never trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll be right back.
Na, halló! Sziasztok! Szevasztok! Elmentek, most jók vagyunk. Jó napot, sziasztok! Hazad, úgy van. Sziasztok, sziasztok! Türelem, rózsáltam, azt nézem, hogy a kamera egész jó veszi. Fókuszálgat az én. Ja, most kicsit más felállás van, mint egy nap volt. Jó, nem tudom, mennyire lesz, most mindent éppen próbálgatunk, úgyhogy majd... Napról napra fejlődünk, ezt úgy hívják. Nem. De. Megpróbálunk a szarból várat csinálni. Picit hangos a zene. Ennek meg nem hallotta senki. Jó, leúsztam. Oké, na, urak, hölgyek, itt vagyunk. Jó, most jó. Fókuszálgat a kamera. Azt nézem, hogy... Kicsit szint is. Milyen szint? Milyen szint szeretném? Milyen szint? Zöld. Zöld hatos. Fekete. Lehet, hogy értem, hogy mire gondolom, tegyünk le egy kis szint neki. A táblajáték, fakó a társas, ja, értem. Alapból fakó. Alapból egyébként az, de... Ja, egyébként igen, mert ez ilyen old school-os játék. Ilyen, direkt így van, mert csinálja a régi stílusra. Nem. Mondjuk a fehér bőröm aztán sokat mutatok. Mert így, ilyen amúgy egy... Most mi történt? Na most jobb. Mert nem, ilyen nem. Alapból az zöld, és a... És nem, ez direkt, ez ilyen. Nem, mert amúgy ilyen egy zöld szín, és amit itt láttok, az direkt ilyen fakó zöld. Várjál, mindjárt. Vagy itt talán jobban látszik, hogy ez ilyen különbség. Színkorrekció, mindjárt megpróbálok valamit, kíváncsi vagyok, hogy rá tudok-e nektek segíteni. Hát vagy zöld hátteres, vág ki a zöld színt, és akkor nem látszik sem. Kicsit kap egy kis kontrasztot, gombából egy kicsit visszaveszek. Ez már sok lesz. Hát meg a... fehér részek. Oda néz, van állít színe. Tudok én bármit csinálni. Ez így már jobb, így már látszik. Jó. Na, hát így tudtuk megoldani nektek. Úgyhogy, sorry, ez mind a Márk hibája. Jaj, az Márk hibája. Be is, azt mondta, hogy be is várnak. Most kellett elolvastam 30 oldal játékleírást amúgy. És abból 5-öt nem tudod megjelzni, csak mondom. Én is iszokom, hogy jó, reméljük, hogy nagyjából élvezhető lesz a játék, az úgyis a lényeg, nem feltétlenül amit láttok. Igazán a Patrika idefele a buszon megbeszélhető, hogy volt itt végigszivatjuk, bármilyen játék lesz, úgyhogy... És a végén megnyerem. Csak úgy mondom. Na, szóval... Minden forgatok ön szerint. Kezdjük el, nem tudom mennyire látszik, szerintem egész jól, ugye itt fókuszálgat a kamera, azt nézem, hogy... Nem, hát nem fix a fókusz autóra raktam? Fogalmam nincs. Akkor az a baj. Mert itt bele fogom nyúlkálni, és... Fogalmam nincs, hogy hogy lehet ezen állítani a fókuszos dolgot. De megoldom. Ott te OBS-ben nem tudsz? OBS-ben? Nem. A kamerán kéne állítani. Állítsak rajta? Hát kéne. Állítatok rajta. Bocsánat, fő fogok állni, itt mindenféle jó lesz. Ajaj. Hogy kell állítani az autót? Hogy kell ez az autófók? Ja, várj, autóra van téve. Bocsi, el fog menni minden. Mozgó. Most jó? Nem tudom. OBS-ben van képünk? Le. Most elvileg jó, nem? Na! Ó, milyen jó színe van a kezed. Fedd el a kezed. Ott vagy az AF-etted, Ofra. Bazzeg, itt van anya, hello! Nem, áttettem sima izére a kamerásra, és ez jó, mert automata programra tettem anya. Ugye nem állítottam el. Mielőtt még izé herekiri, barakiri lenne. Automatára tettem, és az automatánál fókuszálgat, de áttettem sima izé kamerára, azt oda nézni. Még arrébb talán. Önne nézni, nézd, mindent látom. Na, elvileg most jó-e? Kipicsázott volna, rendben. Már ment, készít, ment a késő. Figyelek, hallott, megtekertem körbe a kötelet a kamera körül. Ez elég az a tehetség, kapod ám. Egyébként nagyjából csak az USB kábelje, ami tartja. De egész stabilan néztük. Ez a mikro USB, ráadásul nem is rendes USB. Ja, hát így lóg a kamera, nem látjátok, de így lóg. Ja, mondjuk kitámasztottuk két oldalról valami. Ja, két szérnál, aki van támasztott. Nem. Ja, hát kőzős stream, azaz. Pész. Hova férek-e? Na jó, ma beszélgessünk a játékról, jó, ez minket jobban érdekel, mint a kamera helyzete, mert leesik, mindegy lesz másik. Mindegy. Na, szóval az a lényeg... Úgy ilyen, nem? Ő a bazár. Én úgy emlékeztem, hogy magyar a játék, azt is mondtam, nem magyar, lengyel, de én úgy emlékszem, hogy magyar fejlesztőkkel együtt készült a dolog. Ez abból az időkből származik ez a játék,
amikor... 80-as évek. Igen, a 80-as évek, a kommunista idők, köszi, mondja csak nyugodt a történet, te vagy a történet, hanem mondja csak. Nem csinálj, el kellett olvasni. Amikor ilyen jegyekért lehetett menni mindenféle kekszet, meg mindenféle sütit, meg jót, úgyhogy igazából nagyjából abban azért sorban állás, mert tolakodni kell valahogy protekcióval bejutni a boltba, aztán megszerezni az árut, amire szükségünk van. Gyorsan, amit el akarok mondani a játékról, hárman fogjuk játszani. Nem lesz volna egy kapcsolatunk. Ők lesznek az áru szállítók, ők fogják... És a kis néger emberkék a pincéből nem játszanak? Azt mondták, hogy nem élnek most rá, mert bányásznak. Na, az úrukba. Az a lényeg, hogy ötféle típusunk van, úgyhogy ezt jól megmondtam. Ötféle típus. Igen. Szóval az a lényeg, hogy vannak ruházati termékek, itt látjátok, én nem tudom, hogy ti hogy látjátok, hogy fölüled van alulad? Azt lehet, hogy meg kéne fordítani, nem? Ezt hogy csináltam úgy tegnap? Mindenki hát de most miért akarod forgatgatni? Hát jó ez így, mert például a ruha erre néz, a trafik arra néz. Ja, jó lesz az úgy. Jobb ez így nektek, mert jobbak. Lengyelül is olvassuk fel. Aha, az biztos. Én felolvasom, már várjál mindjárt. Ott a háttér, az utolsó oldal, ott vannak a lengyel nevek. Fényképek itt van. Fényképek. Szerző Karol Madály. Szakmai előkészítő Dr. Andrej Zavodszky. Együttműködés Kadácki Cigecka. Nem forognak ez. Nem, tényleg nem. Na, szóval visszatérve, 5 darab cikk található, árucikk típus található, ő lesz a ruha, ugye ő fogja hozni, tehát ő lesz az autó, aki behozza ide azért magát az a ruházati cikket ebbe a boltba. Bútor, kisgép, ABC és trafik üzletek, tehát ötféle árucikket kell összegyűjteni. Lesznek ilyen kártyák, ezt nem tudom, hogy oda mutassam, vagy ide mutatom, tehát így néznek ki a kártyák, itt van meg... Szia, köszi a követés, most itt közben szóltam. Szia, hello, köszi. Szóval ő lesz az a kártya, aki megmondja, hogy kinek melyik fajta árucikkből hány darabot kell összegyűjtenie, ezt ki fogjuk húzni, és ennek függvényében fogunk játszani, azt mondjuk megmutatjuk nektek nagyjából, hogy mi a sztori. Tehát itt azt jelenti, hogyha mondjuk a Patrik ezt kihúzná, 4 darab bútor árucikket kell neki összegyűjteni, 3 darab ruhát, 2 trafikot, és 1 ABC-ből valami hulladék kaját, valami romlottat. Na, és akkor ő nyer, tehát ugye ezért írtuk oda, hogy már Patrik Zsolt 0/10, mert egyelőre 0 árucikkünk van, ugye az fog nyerni, aki az adott 10 cikket összegyűjti, ugye megmutatok egy másikat, így látjátok, tehát ő neki például tök más fajta árucikkeket kell összegyűjteni, ezért lesz a versengés. Igen. Az lesz a legizgalmasabb rész, amikor azonos árucikkért megy a hát és fájtolunk, lögdösök, igen, tehát úgy fog kinézni a játék, hogy meg fog jönni a cikk, először bepakolgatjuk a bábukat sorba. Fingunk nincs, hogy melyik boltokban lesznek áruk, illetve hogy hány darab. Ez majd akkor fog kiderülni, amikor szépen beálltunk ide, mert hú, a trafik az nagyon kell mindenkinek, fölcsapjuk a kártyát, és kiderül, hogy rohadtul nem jön semmi, hanem jön ide meg ide. Na ilyenkor mindenki majd rendeződik, vannak ilyen mindenféle szopatós kártyák, amiről azt kell tudni, hogy 10 darab van. Mindenkinek ugyanaz a 10 darab kártyája lesz, sorcsere, megforgatni, előrébb kerülni, hátrább kerülni, kilökni a sorba, stb. 5 nap zajlik a játék, hétfőket, szerdát, csütörtök, péntek. Hogyha a szombaton vagyunk, akkor minden resztetelődik, tehát újraindul, viszont 5 nap alatt napi 3 kártyát tudsz elhasználni, ez ugye 15 kártya lenne, de csak 10 kártyánk van. Tehát aki eldurrantja a 10 kártyát 3 nap alatt, vagy 3-4 nap alatt igazából, akkor az utolsó nap az nem tudja szopatni a többit, tehát nagyjából ő valószínűleg nem fog semmihez jutni. Úgyhogy ezért egy kicsit taktikus a játék. Bonyolultan hangzik, de majd látjátok, nem lesz olyan bonyolult. Napokra van bontva a játék, hétfőket, szerdát, csütörtök, péntekre. Ez a minden kör, mert ezeket hívjuk egy körnek, az egyforma lesz. A szombaton van, hogy mi szépen minden árucikket újra keverünk, a paklit újra keverjük, tehát hogy szépen minden újra rendeződik, és újraindul egy hét. Ez mindaddig fog zajlani ez a hét, illetve a napok, hetek, amíg valaki össze nem gyűjti a 10 árucikket, nagyjából erre lehet készülni, aztán most megcsináljuk azt, hogy... Majd játszunk pár kört, és akkor úgy is látjuk. Nem lehetnek inkább, hogy győztesse, neki már 10 pontja van. Ja, győztesse. Meg ami még izgalmas, hogy nem tudjuk, hogy melyik boltba érkezik árucik. Jó, kivéve van egy akciókártya, amit felhasználsz, akkor láthatod, hogy milyen árucik fog jönni, de alapvetően ezt nem látod. Tehát az azért is lutri, hogy hova állsz be, hogy jön áru, vagy nem. Ja. Ez mi az? Hányat kell ide tenni? Mi az, hogy hányat? Veszelom, ide teszem azt. Hát ott van egy 2/3. Az mi? Hát, hogy hány játékos itt a pöttyök, azt mondták, nem, hogy hány játékos itt. Jó, oké. Okay. Na, gyors előkészülünk, jó?
megmondja nekünk a játék, hogy kettő típusú árucikk fog érkezni, tehát kettő darab kártyát fogunk ide fölcsapni, ami megmondja, hogy mondjuk a trafikba kettő jött, ide meg mondjuk, hogy egy darab ruha termék fog jönni. Ha öten játszanánk, akkor tudnánk három kártyát föltenni, de mivel hárman játszunk, ezért csak kettő kártyánk fog följönni. Illetve itt ő megmondja, hogy 8 darab terméket kell kiraknunk mindegyikből, nem készültünk elő, mert sóherak vagyunk, úgyhogy 2, 4, 6, 8. Csak mondanám a játék kedvére, őket nem tettem be. Egyébként kurva jó néz ki, csak hogy megmutatom. Lényegében, nem tudom, hogy a kamera hogy látja, ő egy magnó. Aztán ő egy elektromos 80-as évekbeli habverő, tehát hogy realisztikusan van megcsinálva a játék. Akik értek már akkor, vagy láttak ilyesmit, azok igen, pontosan tehát, tudják. Tehát hogy nem ugyanabból a típusú, tehát ő a kisgépbe megy, ugye zöld a zöldbe megy, tehát kisgéphez menne, de tök realisztikusan meg van csinálva, hogy egy kicsit ilyen kultúráltak az állítottak az egész. Ja, te már tudod, de azt is tudod, hogy pontosan milyen álló érkezik? Na én eddig pakolok, jó? Ja. Viszont vasárnap szokták feltölteni rendesen az árukészletet. Én tudom. Igen, azt is, ja, jó. Akkor veled nem játszunk ilyet. Sőt, te már akkor is értél, mikor ez a játék zajlott, szóval. Az még ez nem játék. Az a durva, az a szomorú, hogy ez nem játék volt, most jót fogunk játszani vele, de jó, hát valójában nem játék volt. De hogy nem, az is játék volt. Ki hogy nézi az életet, egy nagy játék. Igazából a tolakodás kb. Valószínűleg ugyanúgy zajlott. Hát a kockák mondják, hogy az élet is egy nagy játék, csak nincs újraéledés. Vagy hogy? Hát jó, vagy jó, valakinél van, lehet csalni amúgy. Oké, okay. Na mondjatok, letettem a 8 darab kártyát. Nem, azt te voltál múltkor. Ja, múltkor szintén ott, ha leöregezte anyát, csak mondanám. Így mindenkinek igen. Életet. Igen. Hát ideig jutottunk. Ja. Múltkor ellenünk fordult. Ja, meg amit mondott előző streamben, hogy beloptam a kiégett lolba, menéztük vissza a klipeket, és nem igaz. Úgyhogy... Mert nem volt kilemező szükség. Hát nem, úgyhogy ez nem igaz. Úgyhogy, na, ennyit erről, szóval. Ja. Na, ő a kis piasztár. Melyik színnel szeretnétek látni? Kék. Világos vagy sötét? Hát csak egy van. Egyébként nem tudom, még Viv Jay-t, vagy még, hogy hogyan szólíthatunk, stb. Mi a helyzet? Vomozdu szín. Én zöldet szeretnék én. Vomozdu szín. Hogy neked akkor odaadom a kék lehetőség kártyádat. Én meg akkor leszek ugyanaz az összes, hogy igazából mindig. A pirosat fogják jobban látni, vagy a sárgát? Egyet jobban. Hiszi. Sárga jobban látszik, jó? Zöld látszik. Nagyon jó. Alcupi. Oké, és azt kell tudni, hogy 5 darab bábú van, megmutatom, tehát ők vannak 5-en, ők az én bábújaim, tehát őket tudom elküldeni szépen a boltba beállítani, nagyjából úgy, mint a családtagokat, hogy te elmész kenyérért, te elmész tököm, tudja miért, ti ketten mentek ruháért. Úgyhogy nagyjából ez így néz ki, hogy a gyámozó szintás rendesen. Család fogja zsolni, hogy belőlek én. Hát ez igaz. Te kocsok. Na, akkor mindenkinek 5 bábúja van, kiosztottam a lehetőséglapokat, illetve most ki fogjuk húzni azt, hogy kinek mi a bevásárló listája. Kinek mi a bevásárló listája, így van, húzzatok, bátran. Patrik kezdi. Ujjancként? Oké, ezt igazából meg is mutathatjuk, ez publikus. Ja, akkor jó. Tehát, hogy igazából ha megnézitek, akkor itt látjátok, most nem fogom nagyjából elmondani. Így talán látszik mindenkinek, hogy... Igen, hogy... kinek mi kell, fordítva fogom? Nem, ti fogjátok fordítva, bazd. Oké, és köszi. Szerintem a Vivi ez talán egy egyszerű. Igen, ja. Szóval az a lényeg, hogy itt látjátok, hogy mindenkinek más kell. Tehát amíg nekem mondjuk kell 4 darab trafikos termék, addig a Márknak ugye 1 darab kell, illetve a Patriknak nem is kell. Tehát én mondjuk a trafikban jól jártam. De hát, ha megnézzük a pékséget, akkor neked mennyi kell? Nekem például nem is kell hús, vagy pékár. Patriknak 4 pékáru kell, nekem 3, tehát hogy azért olyan fájt fog menni, a 8 termék van összesen az egész játékban. És hát a csirke az pékáru. Az pékáru, így van, hát a színből látod. Hát ABC. Jó, de hogy hát miért pékáru a csirke? Nem értem én se, de... Miért nem eszel hozzá kenyeret? Ja, de hát... Kenyérért mész a csirkéhez. Szóval miért drága kenyér? Nem eszek hozzá. És téged szoktad boltba küldeni? Kenyére. Na, akkor ez egyszer megtörtént, illetve most jönnek a kártyáitokat, én odaadom, tessék. Szépen. A Patrikra várunk egy másfél órát, míg átolvassa, jó? Úgyhogy ez egy kis türelmet. Hát de nem kell, mert csak úgyis 3-at húz egy napra. Ja igen, akkor ne, keverd össze, mint az állat.
ebből a kártyából van 10 kártyánk, naponta 3-at húzhatsz fel. Az a lényeg... is a szavuk kell, nem tudom. Ja, úgy tudom, hogy... Jó, akkor tegyük le. Na. Ezt megbeszéltük. Tudjuk a bevásárló listát, ti annyit fogtok látni a streamben, hogy hány per hányba vagyunk. Nem tudom megoldani, lássátok. Egyébként, de meg tudjuk oldani, mert betesszük ide. Keresünk neki olyan helyet, ahol látszik. Valahol keresek neki helyet, így. Nem tudom, mennyire látszik streamben, talán egy picit látjátok azt, hogy akkor kinek mennyi dolog kell. Ilyet is valahogy be kéne tennünk, hogy lássák. Hát tedd oda. Jó, tehát itt látjátok a márkét, itt van az enyém, és akkor itt szemben velem a Patriké, innentől kezdve mindenki tudja, hogy kb. Hogy állunk, majd mondjuk. Hát úgyis ott látszik, hogy átérjük, hogy 10-ből mennyi állunk. Igen, azt fogjátok látni, ott mutogatok oldal, de nem tudok, itt lent, itt fogjátok látni, hogy kinek hány van meg a 10-ből, nyilván annál nagyobb lesz a meccs, jó? Ja, vannak a spekulások, még arról nem beszéltem. A spekulások az úgy fog... Hétfő van a játék szempontjából. Játék szempontjából hétfő van, mindjárt kedvezünk. Ők a spekulások, ők minden sor végére, minden a bolt végére be fognak állni. Tehát ők nem egy bolthoz állhatnak ketten, hanem minden a bolt végére beállnak. Mivel én vagyok a legöregebb, ezért kezdett a Patrik, jó? Úgyhogy ő dönti el, hogy hova szeretne, nyilván tudja, hogy neki a sírkéből... Egy sorban rakhatok többet is? Vagy igen, de most csak egy bábút tehetsz le. Tehát, hogy... Egyet lerakok. És jön a már. Megint egy. Megint. Aha, értem. Ja nem, oda-vissza megy a kör, bocs, Jenni. Tehát te egyet teszel, ő egyet, én kettőt. Ő egyet, te ja, egyet, te, vagy ja, te kettőt, ő egyet. Vagy akkor egy sorba többszörösbe tán. Persze. Beállhatsz az összes. Tehát mondjuk neked nagyon kell ABC-ből, akkor beállhatsz oda, mondjuk 8. Annyi vagy a négy előtte. Oda egy előtte, jótok minden is hátoség. Ja, nekem ott van, nekem én akkor ideál. Most én ugye kettőt tehetek. Úgyhogy én leteszek az ABC-hez, illetve én leteszek a trafikhoz, mert a trafikból is kell, és akkor most a Márk jön. Igen. Mert ugye most igazából így megy a kör, hogy Patrik, Márk, én kettő, Márk, Patrik kettő, Márk, és akkor addig, amíg az öt bábú úgy el nem fogy, illetve távolra nem kerül. Ja, raktam, te kettőt raktam, tehetsz most. Nem tudom, valaki ismeri egyébként, vagy játszottatok vele, vagy senki? Te jössz. Azt hiszem, hogy nekem még mi kéne. Ez a bolt taktikai, ami nem tudom, mi éri meg, vagy hogyan. Hát nehéz, mert nem tudod, hogy miket húzzol. Utána meg szét lesz szopatva. Ja. Csak gondolom, amiből egy kell, arra várhatok, mert lehet, hogy így is, szóval is bazárból megszállt. Meg lehet, hogy nem is megy oda. Három. És amikor, ja, amikor vége van a napnak, azt nem mondtam, akkor eldöntheted, hogy melyik bábújait hívod vissza, és újra lelakási körrel kezdődik az egész kör. Yeah. De tehát például taktikai, nekem az is jó, hogyha mondjuk viszem a trafikot, mert hogy akkor azt be tudom váltani majd a bazárban? Igen, hát de valószínűleg nem a bazárt fogod előtetni az elején, tehát hát hogy ennyire nem kell rámenni, azért, de rámenni. Azért nem tudod az elején előtetni a bazárt, mert hogyha a spekuláns nem viszel semmit, nincs mit kiszedned onnan. Bazárból, így van. Nincs alapból ott árucik egyébként? Szerintem nincs. Úgy emlékszem, hogy a bazárban nincs, csak oda kerül, ha a spekulánsnak sikerül. Jó, tehát azért ez ilyen egyelőre nem műsor. Mindig ez? Ha mondjuk nem tudálom, és a játékban is vagy alapból? Én jövök. Én jövök. Jó, hát hogyha a többség nem ismeri, akkor legalább megismerjétek. Hát vagy a játékban, vagy utána. Ja. Amit, ja, igen. Aztán majd el lehet dönteni karácsonyra. Márk? Megveszitek, nem? Stb. Még olcsón vettem, csak mondom, most már főben. Nekem? Én? Ide mondjuk még. Természetesen mindkét módod? Na, azaz helyes. Hát látszik is rajta. Fizikailag és lelkileg is megviselt. Jézus. Hova kerültem? Na. Én rakok még egyet. Én meg... Na, ezt mondom. Látszik. Oké, most történt az, hogy leraktuk a bábukat. Tehát most ugye sorok alakultak ki, mindenféle boltok előtt, ahogy látjátok. Ez az első fázis az egész játéknak. Most jön az, hogy fölteszünk kettő darab kártyát, meg fogjuk tudni, hogy melyik boltokban mi jött. Egyelőre föl is rántok egy ilyet. Azt mondja, a trafikban három darab... Ja, bocsánat, kikerültem a spekulást. Ugye a spekulás mindig bekerül a bolt végébe, most láttam egyből a szemületet. Ez azt jelenti, nem tudom mennyire látjátok, megmutatom. Ez a kártya az,
hogy a trafikba három darab árucikk fog érkezni, ugye ott a hármasunk, itt a hármas, úgyhogy ez így ezt jelöli egyszer. Illetve fog érkezni az asztalosabb, a ruhába is három. Igen, tehát a hat árucikk jön be, az ami elég soknak számít egyébként. Jó, én tudom, hogy mi van. Ja, ez így maradhat, jó. Hárman játszunk, akkor csak az 1 plusz 2-es kártyák. Igen, azt akartam mondani neked, picsába. Az elején nem szedted ki? Nem. Bocsi, elcsesszük, mert 3-ben játszunk. A lényeg, hogy a játék le van bontva létszámra is, tehát ne legyen az, hogy 5 személyes módban, vagy 6 személyes, 5 személyes, 5 személyes módban játszok, és akkor bejön 16 darab árucikk egy körben, hanem azért látjátok itt, illetve itt, hogy mennyi árucikk jöhet be maximum a 3 játékos esetén, illetve egy körön belül is. Csak ezt még nem lett kiválogatva a cégpontunkra. Pedig mit csináltál? Én a Monopolyt olvastam. Na, nem is abban játszunk. Hát de majd ezután játszunk azzal is. Na jó, egyébként az a kártya azt jelenti tényleg, hogy a trafikban 3 jön meg a ruhába, de nekünk max 1 vagy 2 jön. Jogos. Hát én tudod, vasalni szoktam meg ilyenek inkább. Trafikban egy áru érkezik, mint látszik. Jó, most már nem 3 érkezik. Ez kicsit erős lett. Tényleg átírtam. Ja. Nyomtattunk új lapokat. Illetve a bútorhoz érkezik 2. Jó, úgyhogy most az történik, hogy... Ezeket is leredukáltad? 8. Ja. Tehát azt jelenti, hogy a trafikba beteszünk egy ilyen csodálatos parfüm. Parfüm? Parfüm, látszik parfüm. Amúgy a terméknek van jelentősége? Nincs semmi. Ez csak ilyen korabeli termék. Csak én nyomattam. Egy fotel fog ide érkezni, kérem uraim. Illetve egy basszó. Az is odaér, hogy ez egy egyszerű, elegáns és mi az? És praktikus fotel. Tehát ez még nem akármilyen. Csodás. Egy masszív elegáns. Aha, ez egy komoly szegélyes volt. Nem is tudom. A bérlethirdetéseknél mindig látok ilyeneket. A bérlethirdetésnél, ami még lehet? Nem fogja. Szótkós, szekrénysor. Nem zúgál rá. Na mindegy, van. Felül lehet látni. Fasz a leírás. Ja. Na. Egyszer megérkeztek, ugye a kártyán is látjuk, hogy... Megérkeztek az áruk, és most lehet majd tolakodni. Oké, mindenki fölhúzott 3 darab eseménykártyát. Így van, a felső 3-at fölhúzzuk, és akkor meg lehet majd nézni, hogy ezek mik. Oké, mindenki elolvashatja a sajátját. Ugye mai nap csak ezt a 3-at lehet maximum kijátszani. Ugye még egyszer elmondom, hogy 10 darab van összesen, 5 napra van bontva, napi 3-mal lehet gazdálkodni. Nyilván összesen csak 10-et van, tehát nem ellövöd a 3-at most, holnap után. Akkor max. Egy darabod marad csütörtökre, és utána meg akkor leves. Úgyhogy nem feltétlenül érdemes, meg kell nézni ugye a szituációt lényegében, hogy melyik kártyákat érdemes felhasználod. És hogy tudom ezt kijátszani majd? Most úgyhogy te kezdesz, és te játszod ki az első lapodat, ide teszed, és megcsinálod az. Meg itt lehet majd passzolni is. Ha valamit nem értesz, akkor kérdezz meg. Tehát vagy kijátszol egy akciókártyát, vagy passzolsz. Az mi az? Soron kívül vásárolhatok. Igen, most a Patrik kijátszott egy kártyát, ez egy kisgyerekes anyuka. Kölcsön kapsz egy 2 év alatti gyereket, soron kívül vásárolhatsz. Vidd a bábúdat a sor elejére. Így néz ki, hogy így. Tehát egy ilyen nagyon fasz a kis grafika is van hozzá csinálva. Ez ugye ment úgymond a hulladékba, illetve te akkor előre vihetsz egyet. Vidd a bábúdat a sor elejére. Ennyi. Egyszer ezt itt hagyod. Jó, tehát a Patrik utolsóról előre lépett. Ha kinyit a bolt, ha esetleg nem lesz itt megszopatva, úgymond itt, bocsánat, így akarom mutatni, ha a körét nem lesz megszivatva, akkor a Patrik mint első elvisz egyet, Márk mint második elvisz még egy árut. Így van. De most ugye a Márk jön, tehát innentől kezdve a Márk is szivatva. Így van, és akkor megy a harc. Itt a harc, bocsánat, itt a harc. Én észrevettem, hogy valaki elém furakodott a sorban, ezért egy helyen előrébb húzhatom az én bábumat. Még pedig itt a trafiknál volt egy kicsit hátrébb küldjük, mert elején furakodott. De most teljesz, úgyhogy vissza mehetsz. Te bunkó. Na, aztán most a Zsolti dönt, hogy ki játszik a kártyát, vagy nem, illetve hogy milyen játszik ki, és hogy hol, illetve hogy megérje. Mert például mondjuk én lehet, hogy azért nem ide használtam el, mert amúgy is 2 árucikk van, második helyen vagyok így. Jó. Húzd egy helyen előrébb a bábut. Észrevetted, hogy valaki eléd furakodott a sorba. Ja. Húzd egy helyen előrébb a bábut. Ugyanazt kihasználtad, mint én, és akkor megy ugyanígy a harc. A trafikba, úgyhogy egyelőre most úgy néz ki, hogy a trafikba lévő terméket egyelőre a sárga, azaz én fogom elvinni. Patrik jön, amíg nem passzol, addig megy a kör. Így van. Tehát Patrik eldöntheti, hogy a második lapját is kijátsza ma, ugye hétfőn a háromból, vagy nem.
Nem, passzol. Jó, akkor ő passzolt, két kártyája megmarad hétfőn. Nyilván, bocsánat, kedden nyilván hozzáhúz még egyet, tehát fel fogja tölteni. Kedden. Na, papító. A Zsolti szívta a rendszert, ezért megbüntetjük őt, hogy két helyen hátrébb kell mennie, még pedig egészen a sor végére, mert itt a trafiknál, a kulás mögé. Az meg, sorbanállást játszani, sorbanállást. Szia, szia, sorbanállást a társas neve. Ez ilyen 80-as évekbeli lengyelországi bevásárlós stílusú játék. A kinézeten is látszik, illetve a kártyákon, a termékeken is, hogy korabeli. Na. Lényeg az, bevásárló listánk van, és árucikkek érkeznek a boltba, és a sorba lerakott bábúin fognak itt alakodni, hogy kinek mi jut. Igazából röviden. Igen, igen. Hiány van mindenből, minden nap más, hova más érkezik, és azért kell verekedni, hogy a minden előbb meg legyen az árucikked. Aha. Jó, akkor... Igazából próbálunk cukrot venni. Ja, ja. Vidd a bábudat a sor elejére. Te kölcsön kapsz egy két év alatti gyereket? Soron ki. Ajaj. Előre mehet. Úgyhogy én az... Ne! Ne! Egy állat az egy. Ne! Hát neked mennyi kell? Ja, neked csak az az egy. Igen, neked abban... Neked csak az egy, nekem meg négy kell. Mi a szart? Hát én nem mentem volna, hogy többet nem zaklatlak. Ne használtál ezért. Most megfájtanom. Az egy. Ő passzolt a Patrik, úgyhogy most a Márk döntheti, hogy még akar kártyázni, vagy nem. Hagynám a felébe. Ő aztán azt, hogy megleshetek két áruszállítási kártyát, tehát én megnézhetem azt, hogy holnapi nap folyamán, ami itt van lent kettő, mi az a kettő, ami érkezik. És akkor ő annak függvényében tudja majd a sorban lévő bábukat ugye a hétfői nap végén. Erős kártyának hangzik. Hétfőn visszahívhatja majd a bábuit, ugye lehívhatja a tábláról, és kedreggel ő úgymond újra sorba állíthatja. Nyilván, ha te hazahívsz előről valakit, akkor amikor újra lerakod kedden, akkor mindig csak a sor végére lehet rakni, jó? Tehát nem lehet sor közben megjelenni. Tehát itt ilyen kitartóak az emberek, hogy napokig sorban állnak. Sátraznak. Én jövök? Ennyi. Ne, azt láttam, azt passzolok. Semmi nem változott. Jó. Az a lényeg, most vége van mindennek, nekem egy kártyám maradt, neked kettő maradt a hét, nem ez a lényeg, most jön a boltnyitás, ha jól tudom. Boltnyitás. Most az történik, hogy mivel itt a Patrik áll legelől, ezért egy darabot elvihet haza a bútorba. Tiszta Black Friday. Azaz. Elvihetsz egyet haza. Meg a bábú. Így van. Bábú is elmegy a sorból, illetve elvihet egy hazai terméket. A Patrik a bútorból, ezért neki már kettőből egy tuti megvan, tehát igazából majd át lehet írni, illetve te is elviszel egyet. Ugye a bent lévő bábuk szépen előre kerülnek, én leszek legelő a sorban, de nem is biztos, hogy én ide áru, illetve én el fogom ezt innen vinni. Úgyhogy az én bábum is hazajött, illetve hazajött egy trafik comó. Úgyhogy most be is írhatom szerintem mindenhol, vagy egy per egy, nem? Tehát egyelőre mindenki kapott. Igen, igen. Ha minden jó vagy. Minden jó, a vége jó. Oké, és ezt átírtam, sorry, szarakodtam. Jó, most mindenkinek otthon van egy bábúja. A következő lépésünk, csere bele a bazárban, nincs a bazárban se áru, se bábú, tovább jöttünk. Leltározás az nincs. Vagyis úgymond leltárbábú nem volt, nem, ezért nem leltározunk. Felhasznált áruszállító kártyák félretétele. Tehát ők az áruszállító kártyák, ők mennek a levesbe, mert ugye kedden újabb áruk fognak érkezni a boltokba. Leltárt be kéne fejezni, ugye nyilván, hogyha valaki lestoppolta volna az árut, akkor az. Megvesztegetés jelző áthelyezés az az, hogy te kezdesz, tök mindegy. Sorkodik a felhúzása. Oké, töltsétek fel a kezetekben lévő kártyákat háromra, jó? Akkor marad az a kettő, ami így van, és te húzol egyet hozzá, így van, és akkor te meg húzol három. Most én fogok kezdeni, nem? Én meg kettőt, így van. És akkor most az van, hogy a sorban bennmaradnak az emberek, megint csak nem tudjuk, hogy hova mi fog érkezni, de el lehet dönteni, bocsánat, még az előző nap el lehetett volna dönteni, de most eldönthetjük most is, hogy kit szeretnétek visszaívni. Jó, tehát most visszaívni. Ja, az egy emberkét a sorba? Igen, igen, igen. Te voltál a kezdő, ezért te döntöd el, hogy kiket akarsz visszaívni. Bárkit visszaívhatsz, bármennyit. Marad nekem így. Oké, és te? Nekem is marad. Nekem is jó lesz így, úgyhogy most az jön, hogy föltöltöttük az akciókártyákat háromra, mindenkinek a kezében háromban, és akkor most elméletek kezdünk, helyfoglalás. Te kezdesz, úgyhogy te rakod le az egy bábudat. Mindig a sor végére valahova.
A fekete bábuk azok nem egy ilyen negyedik játékos jelentenek, hanem ők is spekulánsok, ők úgymond a rablók. Tehát olyan, olyan helyre kerül az áru, aki szépen elhordja a piacra és eladja a piacon. Tehát igazából egy kocsog. És megforgatja az áru dupla pénze. És nem, nem mi találtuk, hogy a fekete bábú legyen ez. Hova tetted? Ide tetted? Sor igen. Végre. Oké, okay, eljövök. Ez azért így van, mert a fekete technika nem szín. Ezt a Patrik mondta, őt várják börtönbe. Oké. Okay. Rámentek a butorra, most ebben végeztünk, áruszállítás fog történni, föl fogunk csapni kettő kártyát, azt jelenti, hogy megint jön egy darab bútorunk, illetve jön egy darab ABC-s termékünk, ugye, úgyhogy akkor ezt megnézzük, hogy mi érkezett. Érkezett egy húskészítmény az egész család számára. Szapaládé. Hát jött egy szapaládé. Hát mégiscsak egyet vihet belőle. Igen, bútorból meg egy kép jött. Kis család, egy személyes. Egy kép érkezett. Na most az a helyzet áll fönt, azt mondtam, te egy kicsit arrébb, bocsánat. Most az a helyzet áll fönt, hogy jelenleg itt van egy áru, amiért menni fog a fight, egyelőre a Patriké, illetve itt a bútornál van egy árunk, ami egyelőre az enyém, és innen indul meg a fight, ugye már fogja kezdeni. Csapasd! Na nézd! Lassan már nem fogok annyit szövegelni, meg ki is száradok, meg szerintem úgyis látjátok. Most már jó szövegeltek tovább. Ja, kedden vagyunk. Most kedd van, kedd. Már tanul olvasni, elnézést, ezt múlt héten sikerült neki eljutni a teljesen az D-ig meg a Z-ig. Úgyhogy még keveri az ABC végét. Egy árut a szomszéd boltban kell átvenni, ezért a bútort én átrakom ide a ruhaboltba. Szóval kiasználta egy olyan kártyát, hogy onnan szépen áttehette bárhova, ahova szerette volna, nyilván oda fogja tenni, ahol ő van elő. Na most, hogyha valakinek szerencséje van, mondjuk a Patriknek, akkor rámegy ott, és akkor ott fogja átvenni a bútort a ruhaboltba. Úgyhogy részben jó, részben nem. Most én jövök, igaz? Azt nem milyen kártyáim van, csak popázok. Ja, most akkor ki olvas, mi van? Eddig itt szidott engem, addig elolvashattam volna, hogy nálam igen, van. Igen. Jó, látjátok, ki kell játszom. Mindig bántanak aztán. Mi van? Ezt kell, azt tudjuk, hogy mit csinált, nem el nevet. Ugye tudod, hogy mind a 10 kártya ugyanaz mindenkinél. Mi is majd egyszer megkapjuk. Ez kész teljesen. Megtartottuk a képét. Miközben a rendőrség igazoltatja, mások elé tolakott, vagy miközben a rendőrség igazoltatja valakit, mások elé tolakodtak, lép két helyen hátrébb. Vagyis megmondhatom, hogy ki az, aki kettővel kerüljön hátra. Úgyhogy én ezt kihasználom, és azt fogom mondani, hogy Patrik szépen baktasson kettővel hátrébb, és a saját segét simogassa. Az igen, szendvicsbe zártad most ott a kékeket. Úgyhogy egyelőre én fogom elvinni az ABC-t. Pedig a Patriknak nagyon kell húsni. Nyilván a Patriknál is vannak kártyák, úgyhogy majd valamit oda csap. Másnak egy pofont. Hogyha gyiszol és én nem? Hát én megtettem. Milyen szemtelás? Én már végeztem a körömmel. Jaj ne, ezt már most látom. Leltár? Leltár. De melyik boltba? Korábban itt. Tedd oda rá. Tedd rá. Rátette a Patrik az ABC-re a Leltár nevű kártyát. Ami azt jelenti, hogy mai napon onnan árut nem lehet elvinni. Tehát ahogy van most a sor, az lehet, hogy úgy marad, lehet, hogy nem, de az áru az biztos, hogy szerdán reggel is még ott lesz. Úgyhogy nagyjából ez sikerült a Patrinnak kihoznia az egészből. Hosszú. Én passzolom. Milyen hosszú? Én passzolok. Nekem is van leltárom. Jú. És ráteszem a bútorra, vagy a bútorra lényegében, ami a ruhaboltban. Úgyhogy ez sem fog hazakerülni, igazából innentől kezdve nem fog áru senkihez kerülni, hogyha ezt a kört kibekkeltük, és marad a boltban. Jobb, igen, már hogy a passzol. Akkor én is passzolok. De azért még pájtolhatsz magadnak. Igen, úgyhogy most történt az a dolog, hogy boltnyitás következik, ugye
viszont boltot nem tudunk nyitni, vagyis tudunk nyitni, de leltár van, úgyhogy senki nem visz semmit sehova. Így van. Bazárban nem cserélgetünk. Akkor ilyenkor van az, hogy ezt félretesszük, mert ugye őket már kiosztottuk a boltba. És befejezzük a leltárokat. Mert ugye most vagyunk ott, hogy hétfő este. Ezeket szépen bele... Hát kedd éjszaka volt. Kedd este. Ja, most kedd este van, oké. Okay. Tehát befejeztük, sorkártyákat feltöltjük háromra, és el lehet dönteni, hogy kiket szeretnétek visszahúzni. Így kedd este még. Ha valakit vissza akartok, bármelyik sorba húzni. Én nem. Én sem. Őt én visszahúznám a helyedbe. Ja, amúgy. Nem. Jó, én sem. Most viszont ugye nem húszunk vissza, nem, nincs is mit letenni, viszont ugye én fogok kezdeni elméletileg. Igen. Úgyhogy föl is csapom én egyből, hogy milyen kártyák érkeznek, melyik bozárterdára. És amíg leltárban volt, az ott marad, vagy az... Ott marad, nem kerül a helyére ez a kérdés. Vagy bazárba. Az a kérdés. Most elég bőséges ára fog jönni, a kis gépben fog kettő jönni, és az ABC-ben még kettő fog jönni. Úgyhogy én beteszem ide, itt már három cikk található, megpróbálom úgy tenni az ásátot. Lehet majd fajtolni. Illetve a kis géphez beteszünk egy nagyon baszó kis retro telcsit. Micsoda telefon. Hűtőszekrény. Ja, mini hűtőszekrény. Jó. Most az a helyzet van, hogy ebből a boltból kettő ember fog tudni elvinni árut, amiért megy a fájt. Innen három ember, innen meg egy. Egyelőre. Nyilván, hogyha valaki nekiáll és átpakogatja, meg leleltározza az egészet újra, úgyhogy akkor nem lesz semmi. És én kezdtek, igaz? Az aktőkát jó, bocsánat, csak szolgálat. Így van, most már megnézhetjük, hogy mik vannak, és akkor mehet megint a küzdelem. Ugye tudod, hogy ott nem vagy az első? Ki is használom. Ja, viszont egyből? Igen. Első vagy a sorban, vidd haza azonnal az árut. Egy ismerős a bolti eladó, bolt nyitása előtt ad el neked árut. Csak mondanám, úgyhogy én ezt a nagyon baszó kis izét, pereputyot elviszem innen haza. Úgyhogy én már kettő termékkel vagyok itthon, úgyhogy Patriké a szerencse lehetősége. Közben át is írom magamat kettőbe. Oké. Okay. Na Rózsi, nyisd ki a füledet a hajad alatt. Mi van akkor, hogyha ide akarok én plusz egy árut tenni? Hát én visszaírom nullára a pontjaidat. Hogy érte plusz egy árut? Na van ez a kártya, Akkor innen fölcsapok. Nem, hát olyan van, hogy... Ruhába kerül oda, vagy ruhával kerül oda? Ja, a boltban a ruha. Ja, arra ja, de használom. Csak, de ez a bútorba jön. Nem az a kártyát van, hogy amikor ilyen áru, ahhoz még egyet hozzá tudsz venni, vagy nem az, vagy melyik van ilyen, nem? Tegyél egyet több árut a boltba, amelybe az imént hoztak nem, akkor idegbe tudsz. Tehát amiben épp aznap érkezik áru, oda tudsz még egyet, amiket kiválasztod. Igen. Tehát hogyha mondjuk oda szeretnél három ABC-s kaját, vagy ide három kisgép kaját, vagy árut, akkor... Akkor igazából... Mi az? Azt a kártyát nyomta a Patrik, hogy felolvassa meg. Létrejött egy társadalmi lista, amely feljogosít a sor egyik bizonyos helyére. Fog két ujjat közé a kiválasztott sort, és fordítsd meg az irányát úgy, hogy az utolsó bábú legyen az első. Most történt az, hogy Mark szépen hátra került, azt az egyet nem ő fogja vinni, egyelőre spekulálsi, aki be fogja vinni a piacra, bazárba. Egyelőre itt tart a menet. Én mire ezt lerakom és visszafordítom. Legalább nyomottam veled egy kártyát. Hát te nyomottad el. Nem, tényleg megköcsögöttek és visszafordítom. Hát de nem passzoltál? Nem. Milyen passzoltál? Hát már használtam kártyát. Nem passzolhatnál. Még passzolhatnál. Én passzolnék a helyedbe. Én nem. De? Nem. De úgy nagyjából érthető a játék egyébként, így most már, hogy játszunk egy kis ideje. Vagy még valami úgy nem tiszta. Írjátok le. Hát
Ja, igen, igen. Hát tudod, ez ilyen boltulaj, tudod, ez így el van intézve, párton belül maradt. Érthető? Jó, szuper. Van egy olyan kártyám, hogy fogd a két ujjat közé a kiválasztott... Azt próbáld meg. Jó. Hát ott Patroni, nem kellett volna elnyomni azt még. Szuper, szuper. Az azt jelenti, hogy még két termék maradt. El fogja vinni a piacos csávó, meg én. A Patrik egyelőre azt hitt, hogy kettőt elnyom haza, de eddig nullára áll. Te jössz, uram. Szia, uram, kell egy kolbi? Akkor legyen itt egyet több áru. Csak el akarsz vinni egyet. Hát legalább egyet, most elnyomtam rá mennyi kártyát. Márk? Én meg azt mondom, hogy arra menjen a leltár. Jó, ebből a boltból csak egy csirkét akarnál. Senki nem fog hazavinni semmit. Tök jó, hogy itt megforgatod mindenki minden, de ez úgy marad. Tegyek oda még egy csirkét. Hát akkor igazából nem lesz szokunk forgatni. Egyel több áru érkezik, ahova imént jött, az ide fog érkezni, jó? Már nekem abból kő. Jó. Passzol. Nincs kártyája. Vagy van még? Ja, de van még egy. Én is felhasználom, és szeretnék kérni még egy kis gépárut. Oda? Igen. Oké. Úgyhogy ennyi akkor vége. Jó, végeztünk. Most történik az, hogy a tolakodás megvolt, a bolnyitás következik. Egyszer vidd el azt a butort, amit... Így van. Már ide szerencsétlenkedtél már körökkel felett. Most a zsebéből jönnek elő majd mindjárt. Jajajajaj. Bábú. Jó. Csináljuk a leltárban, nem viszünk el semmit, illetve ott most osztozkodunk. Hát ott mindenki. Márk elvisz. Én kettőt elviszek. Oké, Patrik vigyé egyet. Enyém a menütele. Oké, és a bábúddal együtt elmész, és a spekulás marad itt elő. Így. Jó, akkor most gyorsan beírom, hogy kinek hány pontja van, jó? Márk? 4 pontom van. 4. Jó, most elvittél sokat. Patrik? 2. Oké, és nekem meg 3. Patrikot sem küldeném boltba. Oké, és na, így áll a helyzet. Király. Most ezeket, most jön a nap vége, úgyhogy ezeket szépen be. Igen, most jön csütörtök. Csütörtök jön, a leltárt az egyszerűen dob be ide a kukába, mert ugye a leltárt most fel vagyok. Illetve vegyétek vissza a bábukat, amit szeretnétek esetleg. Bárhonnan, ha akartok, vissza tudtok menni bábut, ha nem, nem. Nem. Marad minden így? Oké, és akkor most jön a letétel, és te kezdesz? Te jön. Te volt, te kezdtél most, nem? Mert én voltam az utolsó, aki befejezte a... Én kezdtem először, Márk. Ja, akkor elég most te jössz. Te jössz, jaj. Mondd ki férfiasan. Én jövök. Na, az nem. Az. Hát, én a másságra szállítottam, az jó. Egyet letettél? Kérlek a lássam. Az baj, megy a hangom. Most viszont egyesével lehet csak tenni, azt tudom. Tehát nem lehet, hogyha én most kettőt teszek, és akkor visszakör. Nem, most egyesével. Jaj, de jó. Megkaptam a feladatot, mi? Ki tudja, még lehet nem én fogok nyerni, szóval lehet, hogy ez csak a kezdeti lendület, és mire elérnék a pénztár, addig... Úgyhogy hétfőket szerdán mész bevásárolni. Ja, tényleg. Egyébként szerintem gyakorolja. Ja, én imádom a bevásárlást. Én már leraktam. Patrik, egy köcsög lesz, mert most 6 kártyát kidurantai. 2 nap alatt. Ja. Most én jövök. Én nem tudom lekövetni a rendszert, várj egy kicsit. Oké, bútor. Hát igen, akkor nézni kell, gondolkodni, hogy miért állsz sorba. Igen. Mert nem tudod, pontosabban a következő körben már tudni fogjuk, hogy milyen kártyák vannak, tehát könnyebben tudsz játszani, mit játszottál ki, mit, ugye? Persze, meg hát tudod a többieknek is, mert mindenkinek egy darabban egy kártyával. Egy kártyából egy, csak Pati például nem tudja mit csinálni, meg nem emlékszem, mik vannak még, tehát hogy... Jó régen. Szerencsétlenek vagyunk. Na már ki nem tudom, intézhet, hogy mindenkinek a vásárlás. Ja, hát igen, száj. Én most olvastam, csak na, mikor itt a 6 óra, 4-kor. Ja. Bocsi, lebdésztem. Ja. Áru? Föltöltöttek 3-ra, igaz? És akkor jöhet az áru. Így van.
Igen, csak három vagyok feltöltött. Kisgép, one, traffic, two. Too many good boy. Ez okay. Nem annyira jó nekünk. Beálltam a ruhasorba. A trafikba érkezett színeszterúza készlet, illetve mosogatósó, és akkor kérlek alásan a egy diktafont. Szalagos magnetofon. Magnetofon. Bármit is jelentsen ez, én ugye nem értek ez. Hát szalagos magnetofon. Oda van írva, tényleg. Egészség. Na, szóval... Szerintem ez a tárgy négyszer annyi idős, mint én. Most tartunk ott, hogy még mindig itt van három áru, amit ők fognak elvinni, itt van kettő, amit ők vihetnek el, itt van egy, amit ők vihetnek el, ők csak úgy van. Ők meg csak sorban állnak a semmiért. Úgyhogy most valószínűleg ide fog koncentrálódni a fájt, ott meg szerintem azt elfelejtjük. Nem biztos, mert ha valaki kijátsz, hogy máshol kell átvenni, ja, igen, akkor... és azt kell tudni, hogy például, most csak így elmondom, nekem három kártyám maradt összesen, hármat lehet előni ebbe a körbe, de még van egy napunk, úgyhogy igazából három kártyám van hat helyett, két napra. Márk is ugyanebben a cipőbe jár. Igen. A Patriknak meg kétszer három van, tehát ő mind a két nap el tud durantani három-három kártya szivatást, úgyhogy most várjuk, hogy... Mi számít szomszédsornak? Hát, ha itt állsz, akkor ez és ez. Igen. Necces. De egyébként teheted, bárhova játszhatjuk is. Nem, az szerintem nincs így konkrétan megfogalmazva. A kártyánál, de megnézheted. Nézd meg azt a kártyát. Ja, egyébként ilyen tök frankon néz ki a leírás is. Először ezt elnyomom. És ilyen tök old, lekávézott mindenféle képek vannak benne, tehát tényleg így van megcsinálva az egész. Mi volt a kérdés? Az amikor előbb a másik sorban, szomszédsor második helye. Ja, nézem, hogy van egyetlen kártya leírás. Ja, addig én akkor valamit kéne csinálnom, igaz? Kihasználom azt, hogy ha első vagyok a sorban, akkor elvihetek egy terméket, úgyhogy én ezt egyből el is vinném itt. Köszönöm. Találsz ilyen infót? Nincs megszabva. Nem, úgy van, hogy akkor újraindul, tehát akkor mindenki visszakapja a 10 kártyáját. Így van, akkor a 10 kártya reszetelődik, újra 10 kártyánk van, újra hétfőbe lépünk, tehát a hétvége az kimarad úgymond, tehát hétvégén van a reszet, illetve ez a pakli újra keverődik, ugye, amik érkeznek a boltba, tehát nem ugyanebben a sorrendben, de ugyanezek a kártyák fognak újrajönni, ugye ezek fognak újraindulni, illetve ezeket kapjuk vissza. Így van, tehát minden kezdődik előre igazából, csak ami már megszerezted. A sorban lévő emberek bennmaradnak, illetve a megszerezett kártyák megszerezted. Így van. Megyünk így tovább, van. Egy újabb héttel. Kijössz. Jövök, és mi jövök. Történt eddig? Leraktam azt, hogy első vagyok, átvehetem, és onnan fölvettem egy járvicet. Meg én előrébb léptem egyet. Meg a Patrik oda lépett előre. Mondjuk kártyát nem használtam hozzá, csak előrébb léptem. De használtam. Hát a Zsoltiét használtad fel. Használj fel egyet belőle. Úristen, mindig rá kell várni, mindig piszkál minket, az mindig rá kell várni a legtöbb. Jó, a nagy gyerek. Az biztos. Fejezd már be. Majd a chaten majd szép, amikor mindig a Zsolti, akkor el kell kezdeni számolni visszafele öt. Egy árut a szomszédos boltban kell átvenni. Egy csiadat, olyat oda rúgtam, mint egy ló. Most elvetted magadtól és láttad magadtól. Nem zavar, hogy a spekulás illet volna? Tudom, van előbb menni. Legalább ő ne vigye be a bazárba, mert ki adtak a pokett egybe csereberélni. Na szaká, Berci. Jó, már hiába mondom. Már csak a izéje van meg, a nátszája. A csírája. Szomszédsorra sem nem tudok mit kezdeni, és azt nem tudom neki játszani. Hát az... Majd a fenébe haladjunk. Passzolja. Hát... elveszem az első árut itt. Jobb hinyán.
Úgyhogy... Tele vagyok kártyákkal. Na mit csináljak? Beírom ide a hármat. Más nem vitte le ebből körül, igaz? Még nem. Én vittem még el. Egyet, ugyanilyen. Mi van? 5 kártyát. Hát ezt mondtam az előbb. Hát de akkor még olvasgatott. De akkor nem akar, jaj. Hát szedd össze magad, én passzolok. Mehet egy 5. Mehet 2 ellen. Ha ha, hol van? 3. Még meghagytunk 2 kártyát az utolsó körre, még bármi történhet. Ki tudja, milyen állók jönnek. Eddig ruha még nem volt. Húzd a bábudat a szomszédos sor második helyére. Szomszédos sor második helyére. Igen, egyszer vagyok bajban én is. Te most mit csinálsz? Nem jó semmire. Te mire használod fel? Mondom, én mindent elvittek, csak mondom. Szegény. Mondom, én mindent vittek. Szegény. Padig uram. Nyulambulam. Szomszéd sor ugyanaz a sor? Csak ne nyújj magadhoz, többi nem száj. Hát nincs, úgyhogy ez oda nem tudom szállni semmit. Akkor így van, szomszédban. Akkor passzolok. Mi? Akkor élök? Hát én passzoltam már. Mindenhol elolva, hogy mit akartam. Eldurantom. Miért? Megnézhetem a következő 2 kártyát. Az egyik biztos, hogy ruha. Mert hogyha nem érkezik ruha, akkor valami el lett rontva. Kész vagyunk? Ennyi. Akkor boltnyitás következik, én ezt szépen hazabaktatom. Ő elvisz egyet. Tedd ide neki a csütörtökre. Oké, és akkor nekem... Vedd már fel, nem mi tudom bővenni, nincs. Én meg elviszik innen 2-t. Végre előre kerültél. Ez bemegy a végére, igaz? De nem most, hanem majd. Gyanús, hogy tényleg ruha fog jönni, akkor viszont te ott hiába jön. De attól még ki tudja a másik termék mi. Nem muszáj előnöd a maradék kártyáidat a következő körbe sem. Mindenképp újra kerülődik a tír, csak nem muszáj, hanem olyanok jönnek. Tehát fölöslegesen azért csak forgatgassá sorokat, nem most muszáj. De hogy tudod? Ha most előttem ezt a... Na. Azért van előni, mert hogy nem jó. Jó, akartok valakit visszahívni esetleg? Hmm. Hát átmegy a következő hétre is az a sor, igaz? Ugyanaz a sor, marad a következő hétre. Nem kezdjük újra? Nem. Akkor nem. Gondolkozom. Elméletileg a hétvégén nincs újrakezdés. Nincs újrakezdés? Már úgy emlékeztem, azért kérdeztem meg. Nem, de mindjárt megnézzük. Szombat, az 5. nap menet vége azt jelenti, hogy vége a munka, és igen, kiüríteni a tábla sarkán lévő szemet, és minden előszörtel kártyát összekeverni, visszatenni az áruszállít és a mezőre. Színek szerint szétválogatni és odaadni játékosnak az elhasznált sorkártyákat, ugye? Megvesztegetés jelzőt visszatenni a bazár első mezőjére és a leltár fázis D-pontjába tenni. Oké. Okay. Ennyi, akkor karakterek maradnak, vagy a bábuk. Ennyi. Jó. De nem veszek vissza semmit. Hát, lényegtelen visszavenni, mert ugyanúgy jövök ki, rakod újra, tudod? Ja, nem veszek vissza semmit. Igen. Nem jó az így. Jó így. Meg a market. Hát én ezt visszaveszem. Mert már nem kell. Ha! Tied lehet az összes, ami érkezik, csak mondom. Csak én kezdek. Így van. Őre majd figyelni kell, hogy letegyük. Legvégem. Ja. Én jövök egyá. Tették. Tették, fiam. Látték, fiam. Látték. Hogyha nem tudom, mit akarsz. Valami át lesz forgatva, az biztos. Addig én csapok egy kis Fortnite-ot. Egy kezdes Fortnite-ot. Leraktam. Te vagy. Rakd le azt a hát én vagyok. Bozom, itt van egy hely. Mi nem mozdik, vele remélek van. Igen. Ja, te így csinálod. Állok sorba az ember. Ott jó, ez egy két ember közt. Tudod, elész. Fogja mindkettőnek a kezdét közben. Ja.
Amúgy magadnak nem érted át, neked már. Ja, nyertem már, nem? Mennyit van? 6 darabod van, akkor itt kell durgatni arra, figyelj Patrik, ne nyerje meg. Hát az érzed, hogy még saját magam után sem. Durgat minden, csak azt mondom, hogy kell. Ajaj. És elárultam. Márkot. Nem, ide 6-ot kell írni, nektek mennyi van? Ugyanígy maradt? Márknak 9 van. Milyen? Mennyi van? 9. 5, maradjatok már, hurkalék. Megint az öreg vezet. Te ismerted. Hát te találtad ki a játékot. Hát úgy mondom, a szabályokat nyilván. Igen. Hú, hát most kit lehet használni, ide? Oké, na most akkor őt elteszem, igaz? Ezt ide berek. Oké, és akkor most jön az utolsó, len vannak a kártyák, föl vannak töltve hármas kártyák, és akkor most kicsapom a kicsapni valót. Egy darab ruházati termék fog érkezni, és még kettő. Három ruha. Egy nagyon fasz a kis csizma eladó, 7000-ért, egy sitya, használt, macska aludt benne, de még működik. Meg van egy nyakkendőnk, ami kockás. A pontszámból csak az számít, ami van itt, tehát ha kettő ruhát beszerzek, akkor az ugyancsak egy pont. Aha. Viszont igen, mert van egy majd el tudod cserélni, hogy csütörtök lesz, és beállt. És lesz egy fölött, akkor végre lesz egy péked, pékséged, pékséges terméked. De az csirke! És akkor én kezdek? Igen, ha te raktál össze, akkor te kezdesz. Én nekem elfogytak a kártyáim, úgyhogy én nem tudok beleszólni a fightba. Nem is állok itt, úgyhogy én nagyjából, ugye itt látjátok, nem tudom melyik képet kell néznem, igen. Tehát én itt nem állok a sárgával, úgyhogy én ott abban nagyjából nem is fogok tudni beleszólni, nem is. De is akarok. Én átadom a... Ja, meg nekem nem is kell ugye ruházat, úgyhogy én jó vagyok. A szomszéd sor második helyére átadom, innen a bútorból, ide. Ugye közben mondom, hogy a másnak kell kettő ruha, most azért megy a fight, illetve a Patriknak egy. Tehát ha ügyesen csinálják, akkor mindegyiküknek meg lesz összes ruha. És akkor ez szépen ez a ruha sorval az, hogy ki fog örülni. Faszod le. Ha elkezdik egymást megszivatni, akkor valamelyiküknek többletje lesz, mert ugye a Márknak ugye marad egy többlet, vagy a Patrik két többlet, egy... vagy esetleg a spekuláns fog nyerni valamit, és akkor be fogja vinni ugye pénteki napra. De ügyesen csinálják, akkor szétosztják. Ezt mondom, Patriknak faszod le. Igazából egy körforítással járnátok a legjobban arányaiba. De ugye azt hát már mindenki előtt. Úgyhogy igazából most itt 10 lesz. Ja. Na jó, van fejezve. 18-as hatom, én nem kígyűs. Ez nem hiszem. Ez kígyűs. Nem érted, ami oda, hogy rohadt kérdezem. Átrakom ezt a bábomat a második helyre. Hát, jó, hát, úgyis jó, hogy kék volt előtt, de egyébként a második kellett volna rakni, mindegy. Tudom, de kék-kék. Igen. Már meg is van kártya, úgyhogy ezt meg kell várjam. És akkor elvízem az összeset. Ebből mi lett, fiaim? Tényleg elviszem a vábomat a sor elejére. Jézus Isten! Ja nem, csak én kattintottam el. Ugyanaz a felállás, Patrik. Tehát ugyanúgy kettőt kapsz. Most ki tudod játszani két kártyát is, ugye? Nem. Csak egyébként hármat tudsz. Ahhoz képest, hát hogy kb. 3 perc alatt tettük ezt felé. Egész jó. Egy kártyám van. És neked már nincs. Tehát kijátszok egyet? Nem, hát egy nap csak hármat játszhatsz, és kettőt már kijátszottál. Nem, egyet játszott meg. Hát vagy három kártya volt a kezemben. Ja, hát, meg egy maradt. Ja, úgy. Kijátszhatja mind a kettőt. Hát ha gondolod, persze. Jó. Hát akkor te vagy. Ezt a bábudat akkor mi vagy igazoltatnak? Ezért kettővel hátrébb kerül, úgyhogy Patrik van az első került. Két helyen eddig, igen. Hát Márk is kap egyet, de Márknak kettő kéne. Következő, úgymond körben, kijátszom azt, hogy ez egyik árut másik boltban kell átvenni. Az igen. Mi vagy szomszéd volt, ezért akkor ide rá. Spekulásnak adod? Júj, Patrik, jó van. Ez gyilok volt, ez gyilok volt. Jó. Hát, na most az történt, hogy a Márk hátra került, mondván, hogy azt hitte, hogy hárman kapnak, mindenképpen ugye a Márknak kettő kéne, tehát ugye egyel is legalább lenne, viszont a Patrik megcsinálta azt, hogy ő fog kapni kettőt, egyet meg áttett ide, hogy a spekulás kapja, úgyhogy igazából a Márk most izé van. Négy tarok. Jaja. Jó, nyissunk egy boltot, akkor Patrik vándorolja haza a két terméket, de
Most azt kell neki tudni, hogy ahogy látjátok, neki csak egy kellett, tehát ő innentől kezdve tud a bazárban mondjuk cserélgetni majd, vagy ilyen extra dolgokat, egy plusz termékkel. Ír majd át neki. Igen, a spekulás meg bejön ide péntekre, behozza azt a nyakkendőt. Oké, és közben egy hétfőn. Patriknak akkor négy terméked van? Igen. Oké, és többi az marad. Most vagyunk ugye szombat, tehát ugye ez visszakerült hétfőre, most ezt szépen bekeverünk minden áru, szállító. Keverhetitek, majd nekem mindenki keveri. Ezeket szétosztom gyors, ezek visszakerülnek a... És ez egyből ilyenkor oda megy a sor végére ide, vagy majd miután... Ami után mi raktunk, utána kerül mindig a sor végére. Annyi, azért annyira nem nehezítették meg, hogy bekerülhetenénk. Te... Úgy lenne az ízni. Milyen gyorsan felismered a színek? Ja, azt már tudja. Hát még jó, a gyerekek segítettek neki. Jó, hogy ilyen különböző színekkel vagyunk, mert tudod most, úgy lenne, még a barnát betették volna, én... Nem, hol vagyok. Keverd meg, jó? Na, és akkor fel lehet venni, ami úgy gondolsz, hogy nem kül. Igen, most van az, hogy eldöntenétek, hogy mit akartok fölvenni. Ugye nem tudjuk megint csak, hogy mi fog jönni. Az állás az nem rossz, mert én vezetek egyelőre, megint csak. Te? Nem veszel föl semmit? Gondolkodom. Nem. Akkor Patrik kezd megint. Na? Vagy vele nem? Én kezdtem, akkor most te jössz. Ha de én nem rakok tovább. Ezért a Patrikra. Bápuk. Ja, de hogy majd te fogsz kezdeni. Igen, igen, igen. Mi kell nekem, várja? Puba. Közben én elmondom, hogy úgy állunk, hogy nekem kettő megvan a négyből, itt ezt kivégeztem, ebből egy kell, meg ebből is egy kell. A Márka úgy áll, hogy neki kettő kell a négyesből. Egy a bútorból, egy kell a bútorból, két ruha is kell, és ő kiütötte a trafikot. Tehát kettő, egy, kettővel van. Most ő. Kétszer is jövök? Aha, teljesen. Patrik az úgy van, hogy a négy csirkével szerencsétlen, hogy neki a büdös életben nem lesz csirkéje szerintem. A három kisgépből neki kettőt sikerült összerántani, meg egy bútort, meg egy ruhát. Tehát igazából neki egy bútor kell, négy csirke, meg egy kisgép, úgyhogy szarul áll. De azon kívül... Ja. De megcsinálhatja, mert más nem fog rámenni az ABC-re. És most már van a bazárban két termék, amiért be lehet állni sorba. Igen, tehát itt a cserebere úgy néz ki, hogy ha beáll valaki a sorba, és aznap ő van, akkor 2-1-be, ha itt áll ő, akkor 2-1-be lehet cserélni, ha van két fölös terméke. De mondjuk a Patriknak van egy, és eljutunk ide, és ő beáll ide, akkor 1-1-be cserélhet aznap, mert aznap akciós az adott termék, amin a kis piacos bábucska áll. Ha ide kerül valaki, azt nem mondtam, és te vagy az első, és aznap te azt mondod, hogy nem akarsz vásárolni még, akkor ugyanúgy ott maradsz a sor elején. Tehát nem kell, hogy hazajöjjön a bábod. Uh-huh. Ezt ugye nem mondtam. Ja, ezt akartam pont azért megkérdezni most azért. Tehát a Patrik már most ide teszi, hogy tudja, hogy itt akar, akkor ő neki ott maradhat a bábúja egészen, addig nem kell vásárolnia. Jó. Tehát nem kötelező, és ott is maradhat. Én kezdek, igaz? Fölrántok három lapot. Mindenki fölránt magához három lapot szépen. Még nem lehet megnézni, mert még ugye nem. Tehát mindegy megnézheted. Úgyse nem használhatod ki. Tehát hogy megnézheted, tök mindegy, mikor nézed meg. Ja, ja nem, a lelakását nem lehet megnézni. Jó, na most jön az, hogy jön akkor a két áru. Bocsánat, csak elolvastuk. Jött egy ruha, vagyis kettő darab ruha fog érkezni, illetve kettő darab bútor fog érkezni. Ezeket szépen ide be is tesszük. Jött egy nagyon fasz a kis össze-vissza csukható osztal. Illetve jött egy zsámoly. Az igen. Egy nagyon baszott két kis zsámoly. Nem tudom ti mit láttok belőle. Egy ing készlet jött. Nem tudom, hogy régen hogy nézheted ki. Illetve egy ő. Úgyhogy most úgy nézünk ki, hogy itt fog menni a fight, meg itt. Úgyhogy Patrik megint nem fog csirkét kapni. Talán az első, nem? Mi van, meg fel akarsz valamit használni? Na várjuk, majd készített. Kezdjük már. Csapja ki, mint a szólat álmasával, hallod? Sobidobidu. Majd a sekkét áru szájtunk egyet. Így úgy.
a szemed tükröződésében. Láttam a színe. Jó. Hát kalu. Oké, én tudom, hogy mi fog jönni a következő körbe, de nem mondom el nekik, hogy meddig tart ez. Így is te jössz, én csak megnéztem. Akkor átveszem a bálmat a sor elejére. Nekem így jó eddig. És? Hát de ugyanígy kaptál volna a második. De hogyha ő is elejére rakja, akkor második helyen leszek. Hülye, hogy megkaptál. Hát nem, jó, de Márknak is kell, szóval, hogyha ő jön előre, akkor meg... Ő akar választani a tételekből, ennyi? Jó, jó, értem. Amit így ide nyomott. Amúgy nekem az az asztalka kell. De szép zoknid van, most néztem. Nekem? Ja. Na, te kettő. Kösz. Mindig kornisosnak tűnt. Kösz. Pedig. Majd nadrág nincs rajta, de hát... Hát, jaj, ja, csak zokni. Ja, azt felsődünk. Valakinek két helyen hátrébb kéne menni, én azt mondom. Egyébként legyen az azt a kamerát lejjebb is irányíthatnám egy picit amúgy. Melyiket? A telefon. Hát mert akkor egy picit látszik rá, picit. Csinálzom, megcsinálom. Hát, ha összeborítok mindent. Vagy hát... Én jövök, vagy akkor inkább hagyd így biztonság kedvéért. Nem, meg lesz az, jó lesz. Na, mi a helyzet? Mit csináltál? Hátrébb hoztalak. Miért? Hát, hogy kapjak árut. Hát, kap be. Jó, hát, hogy kapok árut. Jó, a videóbábulat a sor elejére, mora. Na, ezért kerültem. Ezért csináltad te. Hát felmenti oda enni. Hát csak mondd le, hogy ott jelent a kamera mögé és eszik. Lehet, hogy halljátok. Ugyasz? Az majd nem látom, mert ugye megoldom. Hát de majd szólok, mikor jó. Hát szólok, mert meg... Ezt majdnem leverte megint ezt a izét is. Maradjál már! Milyen szóló? Hát tegnap szólószunk, kikaptam. Hát abban mindenki van, Tom nyerte. Mit használtál, Patrik? Passzoltam. Ja? Akkor én jövök? Nagyon nem vagyunk, bocsika. Én áthozom a bábomat a szomszéd sor második helyére. Ezt áthozom ide. Na, nice. Mert ti előrébb kerültek itt. Így jók vagyok? Mm-hmm. Nem látjuk. Nem, hogy én látom, hogy egyébként. Én látom, hogy jó. Hát láttam telefon. Az meg én csinálom. Hát épp azért aggódtunk. Azon aggódj, hogy hogy szedsz magadnak még pont? Hát itt máshogy. Na. Annyi, hogy Patrik basszolt. Hallod? Mindegy, úgy, hogy azt mondja, hogy van. Ez maga. Kibaszott jó, beállítottam. Na, igen, figyelek. Patrik... Itt mennyivel jobb, hogy látják a táblát, itt mutogatok, ott is van kezem, itt is van kezem, négy kezem van. Egy képen négy kezem van. Két képben. Egy képben, két... egy képen, két képben, négy kezem. Járd múlva az át. Na. Figyeljél. Patrik passzol. Jó, mehetünk, passzol. Én meg innen áthoztam bábamat ide a második helyre. Jó. Tehát igazából te semmit nem változtál. Jó. És te jössz. És mindig három kártyánk van. Akkor... Dobbászta lehet. Egyelőtt a szomszéd boltban kell átmenni. Tesz. Én passzolok. Oké, boltnyitás. Átvittem ezt oda, és megmondom miért, hogy a spekulás takarodjon el. Ennyi volt a titka. Ennyi volt a titka neki. Mert tudja, hogy oda fog érkezni áru. Nem, de mindegy. Hát de megnézted. Ja, hallgass.
Jézus már. Na, bújtítás. 2000 évek, és hát igen, mindig mikor zsoltam, mindig izé 8000 évet gondolkodik. Na, hazavittem egy nagyon szép övet. De miért kettőt vittél? Hát ide nekem szépen. Jó, nem tudsz, még csalni se tudsz rendesen. Rendesen nem tudok csalni. Mondom, hogy nekem már csak egy kis gép kell, meg kettő darab Trafix. Ja, innen... Rá kell állunk a Zsoltira. Ne, ne álljál rám, bozz neked, én nyerni. Ne. Hát csak ne álljál. Nekem így át 7-re így, hogy nedves. Nekem meg 9-re. Már csak egy kell. 7 van neked? Aha. Neked mennyi? 2, 4, 6, 7. Ajaj. Ajaj, Patrik, hol vagy? Sehol. Ja, bocs, te, nem te voltál most, Patrik. Ez ilyen? Ja, most akkor eldönthetjük, hogy ki mit vesz vissza. Igen, most döntsétek el, hogy mit szokottok. Hát te kezdett, mert te vagy még ebbe a karban. Jó, hagyjál a békén. Én ezt a spaklános visszaveszem. Ja, a pékségből visszaszem. Ja, várjál, melyik kell gondolom, hogy mit csinálok. Na semmi. De nem tudod, mit csinálsz. Ez igaz. Ezt eddig kiegésztem. Igazából csak aludni akar. Végig kell gondolnom. Egyet visszaveszek. Vagy erre nem is kell visszavennem. Jó, nem veszek. Egy bábú. Te jössz, bocsi. Nekem nem marad minden. Oké. Okay. Én itt visszaveszem. Na, végre valami jó döntés. De igazából te kivárod, hogy mindenkinek meg lesz minden, és akkor szépen beállszasod. A taktika, csak nem lesz árod. De én megy, szeretjük. Na, lerakás, akkor ki kezd a körben? Most én már te kezdtél az előbb. Te kezdtél az előbb. Most is én kezdök. Azért, hogy csal, látod? Kezdjél, Patrik, tessék, tedd le a bábudat. De már nem. Mondtam, hogy én jövök. Most már én jöhetek? Na, mit? Jó, bédő. Vagy eljó, elmegy kedbe. Kedbe be. Három lapra töltsétek fel magatokat. És... akkor még egyet. Megnézzük, mit látott. Ide. Várjuk. Csirke! Ajá! Mutat! Na? Ki fog itt mindent vinni? Vajon? Hát az is lehet, mindenket látszunk, hogy leltár. Van egy tea, meg van túró is, esetleg, hogyha érdekel. Akciós, 9.40 a túró, 200 gram. Egy butor. Van egy asztal, 18 ezerért, lábak nélkül. Külön kell megvásárolni 30-szer. Oké. Most mi nagyjából csak a Patrikot fogjuk szopatni szerintem. Hát ez azból áll, mert ugye nálunk nem érkezett semmi. Nem is kell áru, meg neked kell, neked csak. Nem. Hát valami nem is kell. Elkezdsz egyszerűen. Soron kívül el is viszik egy árut a pultalon. Gyorsan elszalad valamivel. Miért nem a pékkel mész? Ugye? Mert ebből már csak ez az egy kell, és ott pont egy van. Ott meg talán a három bábú van, kettőből csak viszik egyet. Éjjelök? Igen. Azt a rongyot! Ott nem már nem. Én is ráteszek egy leltárt. Jó. Nem, meghagyom a következőt. Neked egy kancsó vagy. Én direkt válok a bazárba, hogy sütörtökön is első. Akkor én szerintem passz. Mere. Tegyek boda még egy izét. Árut, csak hogy bosszantja. Hát ezt egy minden jobb is elvinni a spekulás. Hát mit estél a spekulással? Légy csere? Passzolok. Jó lesz később. Ahogy Patrik, akarsz valamit használni? Hát nem. Kobolt nyitásra. Jaj, a lehetel, jaj, nem visz senki semmit, sehova, jaj, a lehetel. Igen. Te vagy, nagyon jó Tili, amúgy. Lesz még játék, ahol visszakapjuk. Jaj, majd amikor létszik kellene az a terület Monopolyban. Oho. Jaj. De nincs ilyen, nincs területcsere. De lehet eladni. Nincs. Ott nincs, ebben nincs.
Hogyhogy? Ebben úgy van, hogy akkor vesztesz területet, hogyha már nem tudod kifizetni, és területeddel fizetsz. De másiktól területet megvenni úgy nem tudsz. De úgy van, hogyha rálépsz a saját területedre, vagy a... Vagy... Ennek az a fő lényege. És ja, nincs. Nincs maga a három területe, akkor hogy építkezel? Alapból tudsz? Alapból van egy házad, és ennyi. Egy házad van csak egy terület, amit alapból megkapsz, és hogyha te lépsz rá, vagy, az, vagy valaki rálép az ellenfelek közül, akkor növekszik az értéke, és minél többször lépnek rá, annál többet kell... Csengi, PIM, 2-es, 3-as, ja, 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 tehát ilyen... Egy gyors monopoli. Gyors monopoli, ja. Na mindegy. Na mindegy. Másnak úgy szétcsaplak szóval a titeket még, ja, ha lesz időnk. Na, akkor háromra fel kell tölteni, nem? 1-2-3. Ja. Ja, nem lesz, még valaki vissza akar venni. Meg lerakni. Most mi? Nem. Hát bábút, még előbb. Nem, jó, nekem jó. Uzzal meg voltam. Nekem is. Nem fogom most, jó, és akkor háromra. Ja, nem. Hát nekem meg ide beáll. Ja. Mi van? Ajaj. Biztosra megyek. Még semmi esés, de már beállt. Oké, kész vagytok? Mm-hmm. Akkor jöhetnek az árok. Ja, ja. Traffics 2! Takes 2! Három jön a trafikba? Leltár kellett volna, bassz. És meg fogja nyerni? Trafikba nem kell annyi. Hm. Nem kell. Kis gép kéne még. Rocs! Kezdtem. Márk, nem? Márk kell, Márk. Zöltek ezt. Egy kell fogni a kártyát. Jobbidobidó. Passzolok. Hogy passzolsz? Én nem passzoltam. De bazd meg, bejött a váró. Késtek az autóba, meg valami karambol volt. Fogkefetokkal vonóva, nappany, csomagolva, pöttyös csomagolásba, és könyvvíz. Elmegyek a szappanra. Mind a három, a tiéd mit izélsz? Magad akartod versengeni, mi van? Nem tudom, az első végül sorban vigyem az azonnal. Hát igazából a másik, meg a harmadik is te vagy. Vagy húzzam át a másikba a második helyre. Hogy mit csinálj? Jó, nem. Kimersz valamit játszani? Leltárat, olyat rádurgass rá a leltárat. Nem jó lapom. De oh, az első sorban hazavittem. Leszárom a szappot. Adj, jöjjön ide a szappot. Biztos, hogy biztos. Jaj, inkább elviszem. Oké. Most már rányomottad a leltárt. Nem legyen kolbász, nyomd rá. Hát muszáj, mert ilyen. Most nyomd rá, ne másikra. Ne a kis gépre, mikor abban nyerem meg. Tedd már rá a leltárt. Tessék. Köszi. Kisgépre azt már vinni fogom. De te nem raktad vissza a spekuláns még annó, amikor elvitte az egyik árut. De mindig hátra kerültem, már három bábú ott volt. Nem. Mi nem volt ott? Csalik, látod? Ennyi csaltam ki. Na, várjuk. Akkor egyébként passzolva került volna. Látod. És akkor most akkor ennyi kész. Nem mindenki passzol. Nyitottunk boltot. Légy szíves, a kenyereket vidd el haza. Végre! Azért küzdöttél egy ideje már. Láttam. Akkor Patika plusz 2. Oké. Okay. Addig én megutálom. Meg túró. Hát ez... Na, micsoda egyenlő állás van. Okay. Neked 8. Várjál csak. Oké. Okay. Na, nekem már csak kell egy kis gép, meg egy trafik. Nektek mi kell még? Patriknak még kell két. Nekem még ruha is kell, meg kisgép is. Két ABC, meg egy kisgép. Meg neked is kisgép, meg nekem is kisgép, tehát mindenkinek kell egy kisgép még. Ja. Azért még menni fog a majd. Okay. Visszavenni lehet. Ja, visszavenni akartok-e bábut? Nem. Nem. Van elég. Én innen visszaveszek egyet. Várjál. Na, megszom, hogy van a kártya, hogy... Hányan kell nekem? Mi van? Magamhoz nyugok, ha megszopadt. Akkor kétszői. Beúszol többi színek is a lehet a kártyáját. Ja, neked még a maradék pontját. Jó, oké. Okay. Ki kezdi a lelekás, hogy volt? Ki most kezdi? Én kezdem, az előtte kezdtem. Úgyhogy most én kezdem.
Patrick, Patrick! Morgatós mindenek. Úristen. Tudod, elég nagy a sor, ami azt illeti. És az a baj, hogy sorforgatásra meg fogja forgatni, és boldog lesz, mint majom. Meg van neki második helyes. Azért rakott egyet ide. Jó napot, sziasztok, először megjöttem, késtem, bocsi. Azért rakott egyet ide, van neki a második helyes. Szomszédból átúzod a magát. Még nem tudom, hogy van olyan. Hazug. De hogyha valaki átrakja az árut, na, akkor pontos. Izé, hadd jön az áru. Paxen, pixen, puxen. Meg szerda van, nem? Egy CBS termék fog érkezni, kérem szépen, kettő darab kis gép, amiért nagyon nagy csak várható. És itt eldőlhet, hogy megnyerem-e. Egyszer egy oda. Csak mondom. Egyből rak magad. Hú, az a diabetitot el kell vinnem. Az a lényeg, hogy... Nekem egy kis gép kell, meg egy köné. Igen, tehát ha mind a kettőt vissza a Zsolti egyetet, megnyeri. Tehát most rá kell menni. Ez olyan biztos, mint a... Hogy esik a forint. És én kezdek ráadásul, nem? Ja, most te kezdesz. Mi? Nem, te kezdesz. Te kezdesz, ma már kezdett az az nagyon jó. Vagy nem? De, szerintem. Mit ugyan én? Ki emlékszik rá? Várjál. Mi volt Patrik? Én, Zsolti. Patrik, én, Zsolti. Patrik, én. Úgy kell lenni, nem? Akkor kezdjél! De nem, most én kezdtem az előbb, akkor elrontottuk. Akkor elrontottuk. Akkor te jössz. Okay. Csinál. Tegyél egyel több árut a boltba, amelyikbe imént jött, hogy mindenki boldog lehessen. De már nincs is akkor több kis gép? Nincs. Az komoly lesz. Komoly lesz, fiúk, lányok. Most dől el, hogy megnyerem. Tehát igazából tök minden olyan kártyáim vannak, hogy egyből az a vietek háromat. Sőt, eldöntenek majd, mit viszek az. Akkor ide az ABC-ből is lehetne egyet több árut. Tessék, parancsolj. Csoki. Mit kapták, kekszed? Csokoládé. Dr. Bobo. Add csak fel. Elfogadom az egyik kis gépedet. Azt egy kis gépet adok egy ruhát. Hát én passzolom. Passzoltál? Mm-hmm. Hát ez így necces lesz. Húzd egy helyen... Patrik úgy kell játszanod, hogy ne nyerje meg. Húzd egy helyen előrébb a... Úgyhogy vége felől is már második vagyok, előről is már második vagyok. Forgathatsz is, azt csinálsz, amit akarsz, innen már árul lesz. Nem is remélem. Oda második helyre betehetsz, amit akarsz. Leltárt már előtted. Úgyhogy öcsi, ez itt, tuti. Hát a 80-as évek, akkor éltem fénykoromat. Ugye ki nem még hátrébb zavarhatod kettővel? Nem tudom kettővel. Csak egyen, az is jó. Hajam kell. Azért mondtam, hogy tutti plutti, úgyhogy olvasd tovább, azt a monopolit. Átrakom a szomszédot. Második helyre. Illetve... Jövök. Pont most volt egy, akkor nem tudtam semmit felhasználni. Húzd a bábulat a szomszéd sor második helyére. What? Csak hogy előjjem a kártyát, tök mindegy, nyertem. Csak akkor egyet több cikket zárok, 11-je.
Mi van? Kimaxolom. Fúkefe is olyan, mert kölni víz, nem? Na? Mindegy, egy előrébb. Oké, okay, akkor most történik az, hogy én innen elviszek kettőt. Tehát ebből öt van, egy pluszba. Illetve innen a kosszuk szét, nekem a diavetítőkkel többit írjuk. Hát tök mindegy, nyertél. Tudom, köszi. Tehát még én játszom. Oké, okay, és akkor így néz ki a három. Meg én ezt elvittem. Meg innen elvittem egyet. Ja, pont nem látják. De én kimaxoltam. Klimaxoltam. Ja, ja, itt látjátok. Négy. Én meg akkor második lettem. Mennyi hiányzik neked? Egy. Akkor igen, mert ja, akkor úgy van, hogy akkor... másnak mennyi van? Nekem maradt ugyanennyi. Akkor Patriknak 9, én nekem meg 10 per 10. Akkor egész jó fáosztam. Végeredmény, urak, hölgyek. Ajajajaj. Ez jó volt, én köszönöm szépen. Lehetőséget. Sajnáljátok, de ez van. Az öreg elszarakodjatok, a boltba kell menni. Ja. Ez. 2 kiló helyett 5 kiló cukrot kihozok bármikor. Szép volt, szép volt. Köpeny alatt. Jó van, csaltatok. Jó, át kell neked futni még a vonalbalit? Akkor így összepakoljuk. Nem hiszem. Jó. Majd Max, ha van még olyan, amit hirtelen közben teszem, hogy gyors megnézem, mert nagyjából tudom, mi hol van. Amíg összepakolunk, addig elmondom, hogy Monopoly lesz. Viszont Monopolynak van egy bankkártyás verziója, ami nagyjából csak annyiból áll, hogy a kártyát fogni kell és csipogtatni orvoszájba. Hát amúgy ilyen. Úgyhogy nem tudom, mennyire lesz élvezetes. Csak még jó régebben megvettük. Ha mondom, akkor legyen valami értelme, eddig egyszer játszottunk vele. Kipróbálja. Akkor. Úgyhogy ez ilyen bankkártyás verziós lesz. Nem tudom, mennyire fogjátok látni a bankkártya terminálon történt dolgokat. Sárga? Sárga. Azon gondolkodom, hogy a streamre mit írunk ki? Hát hogy hány terület van, meg mennyi cash? Hát a pénzt az nagyon gyorsan fog változni. Akkor csak, hogy a... Fekete? Területség, mert nem területem, hogyha nem pénzre. Hát akkor meg a pénz lehetem most. Vagy nem tudom. Csak hogy lássák, hogy ki áll jobban, tudod. Hát az nyer, akinek a legtöbb pénze van. Vagy a többiek kiesnek, hogy csődbe mennek. Csak hogy lássák, hogy milyen helyzet, de szerintem akkor viszont pénz az kiírok. Nem, ott vannak még a izék. Megírjuk ki pénzt. Írhatjuk. Csak akkor szírom. Igen. Felhatosan. Mondtam, hogy ez csak kezdeti lendület volt. Kinek? Nekem ott az elején. Vagy csak hét elején tud jól bevásárolni. Jaja. Nekem elfogy, nem vagyok ilyen boltba járó, és utálom. Én mondtam, hogy nem küldeném boltba. Az biztos. Sokszor direkt kiadjak 3 sort, hogy hamarabb végezzek. Azt mondom, hogy nem volt. Nem. Nem, csak most elcsapodom. Hát én biztos, hogy nem fogok késő sorba járni, sötnyi boltba járni. Hát minden üzletnek van ilyen házhoz rendelős izéje. Tényleg. Hát most minek járjak boltba? Minek járjak boltba? A mai világban ki jár boltba, érted? Én mondjuk, hogy... Hát az szar lehet. Öreg vagy. Ugye ott lakok a Spártól 10 méteren, én akkor is házhoz rendelném. 70 ezerre rendeltük azért, hogy... Persze. McDonald's-ból mi házhoz rendeljük. Ja. Jó, mondjuk nektek messze van. Gyalog. De én meg nem mennék gyalog vízé Mekibe. Mo? Hol a Monopoly? Monopoly? Monopoly, jó? Monopoly. A katonak a szabályozat, tehát a száv kell olvasni. Van a sírhákás száraló doboza. Oda, gyerül azt a tetőt? Kösz. Na, ez jó volt, érted? Addig írjátok meg, hogy tetszett a játék. Meg addig át kell érni ott a szavait. Meg írjátok egy Monopolyra. Oké, és előkészülünk. Amikor nyerünk Monopolyban. Mi a Monopolynak a neve? Bankolás van? Hát amúgy igen, ez taktika volt. Na, azt, van ennek, hogy... Azt küldi a családboltba, aki most megnyerte, úgyhogy készüljük. Bankolás. Micsoda? Semmi. Mehet boltba. Jelentés, hogy Monopoly. Mi? Persze. Meg a stream címet is ügybe. Ne írjam ide, hogy bankolás. Hm.
Mindjárt most átszerkeztek mindent, azt sem tudom még, hogy hogyan áll. Ki mivel akar lenni? Van kis autó, repülő, hajó? Én a hajóval. Akkor nem. Ha lehetsz hajó a kékkel. Nem. De legyen, akkor én leszek a narancssárga, nincs vagy ilyesmi. Hát ez olyan. Akkor, akkor legyek az autó. Hajó. Vadász helikopter. Helikopter. Monopolynak szerintem nem írunk ki ilyet, hogy győztesen, mert úgy is vágjuk, hogy milyen helyzet. Hát, ja, azt tudjuk. Én nem tudom amúgy, hogy mi a cél. Még sose játszottam végig rendesen egy Monopolist. Tényleg? Az egy tiszta szégyen vagy. Maximum kiestem hamar. Oké, okay, és azt mondja, hogy pozíció közé. Írjunk ki valamit, vagy... Ja, én nyertem, köszi. Ja, hogy ma, ja. De egyébként jó játék ez a formálás, lehet szabadni most. Írjunk ki valami cash-t, vagy ne írjunk ki cash-t. De azt minden egyes alkalommal átírogatni, amikor a mezőre lépünk. Ott nagyon sok. Van egy ötletem. Webkamerát bedobjuk a kicsit, és azt ráállítjuk csak erre, vigyasztalom. Nem vigyasztalom. Jó, de azt is majd mozgatjuk. Miért itt hagyod? Megfordítom a képet, rajta lesz a kamerát. Jó, de nekem kezelni kell, a különböző ízéket kell nyomkodni. Az neked semmi nem jó. Hát neked nem jó semmi. Ja. Ja, te most tuningolod magad a gatyába? Meg ugye ezt is kezelni kell. Kezeled ezt? Kezelem, hát. Én vagyok a kezelem. Nem csak nézem, hogy hogyan kell. Bocsánat, ha ez hangosult. Salva dobni. Jaj, én addig. Akkor ide ne írjunk ki semmit, igaz? Nem kell feltétlen. Akkor ide nem írunk ki semmit, jó? Akkor ne írjunk ki semmit. Azt mondja, hogy... Van egyszer egy. Egyébként mondhatod az ötszereket, tudom. Közvetítsünk folyamatosan, vagy nem muszáj. Hogy legyen, mert írom én szívesen, hogy kinek mennyi a cash éppen. Ha gondoljátok, de hogyha annyira nem mit igényeltek, akkor, akkor nem. Így mennyi pénz van. Ezt ha itt van, simán ideállítottam a kamerát. Nem kell, csak ötlet. Állíts. Jó, akkor nem. Állítsa, mi nem? Nekem jót. Nem látnának szerintem belőle. Ahogy nektek jobban. Tudod, hogy amúgy semmit nem látnának. Nem, mert nem tudjuk úgy megmutatni. Nem látszik. Hogyha fölé rakod, akkor az már árnyék. Nem tudjuk úgy megbuktatni. Ha meg nem is látszik, mert így is alig látod. Hát a gondolod írhatod mindig. Jó, akkor... Meg lassabban haladom. De amúgy, hogyha még egyszer behúzod a kameraképet, akkor nem tudsz annyira rázoomolni. Oké, és ez nem hülyeség. Hát, ha azon látsz. Videórögzítőként húztuk be, igaz? Igen. Oké, Sony. Így mondod? Aha. Oké, és bocsi, megpróbálom valamit, hogy nektek jobb legyen a dolog. Nem így volt a zombolás? Hogy volt a zombolás? Ja, igen. Nem, mert rá kell fókuszálnom abba. Hát nem fel, hát hogyha csak rá nagyítunk, hát ha látszik. Nem kell annak nagyon jó minőségnek lenni. Igen? Mindjárt megpróbálom összecsukni egy kis rendszer. Tudom én. Nem látszik. Ez így nagyon jó most a streamben, hagyd ott! Maradhat? 2 kiló lett, maradhat? Nem, jó, oké, és akkor viszont írom szívesen. Annyi, hogy ezt meg kell cserélnem a neveket, igaz? Hogy vagy maximum akkor lesz mindig beírva, amikor teszünk egy kört. Vagy valaki tesz. Miért írod át? Azért, mert így megyünk sorba, és akkor nekem így könnyebb lesz, tudod. Így megyünk sorba? Patrik már két, nem? Ja. Hát. Legfiatalabb kezdjük. Szarok rá, ki kezd. 1500-tel kezdünk? Aha, 1500-tel. És mi ez, dollár? Olyan, mint a jó. Hát ilyen Monopoly pénz. Áthúzott M betű. 1500 millió dollár. Mondjuk, hogy Mark, és a Monopoly-nál is M a jelzés. Ah, igen. Okay. És a Mark bankol. Aha. Én vagyok a... Na. A rendszer. Akkor ez így lesz.
Szóval. A címet is írd át, hogy ünnepi Monopoly, nem sorban áll. Ezek az összegek a területnek az ára? Így van. Istenem, ennek van valami adózása is, vagy mint ha valaki rá, más rálép? Ja, mindjárt mondok. Oké, na elméletek mindent összeraktunk. Bocs a szarakodásért, de ez van. Na, Monopolyval játszunk, ugye ez a bankos, terminálos verzió. Itt nincs készpénz, itt mindenkinek bankkártyája van és egy terminál, ez alapján történik a tranzakció. A többi Monopolyhoz képest, ami hasonló, hogy mindenki tud területet szerezni, ahogy lépünk, ugye két dobokockával játszunk, hogyha dobsz, akkor annyit kell lépni, illetve még van olyan funkció a dobokockával, hogyha azonos számot dobsz, akkor még egyszer dobhatsz másodjára, harmadjára is dobhatsz, hogyha a másodjára is ugyanaz. Viszont, hogyha a harmadjára is azonos számot dobsz, akkor viszont a börtönbe kell menned. Tehát ez ilyen kis csavar, hogyha túl szerencsés, hogy mehetsz a börtönbe, mert biztos csalsz. De a lényeg, hogyha mondjuk dobsz egy egyest, és kijössz a piac térre rögtön az első területre, mondjuk én dobtam egy egyes, kijövök a piac tér az első területre, én itt eldönthetem, hogy itt az alul látható érték alapján, hogy én ezt megveszem-e, avagy sem. Hogyha megveszem, akkor lecsipogtatom a területet, utána a kártyámat, levonja az összeget, és enyém a terület. Egyébként úgy működik, hogy ilyen jelzések vannak rajta, de megnézitek, minden területnek, bocsánat, más a jelzése, és ez a terminál lézerrel olvassa lényegében le, de jól látszik, bassz meg. Tudod? Tehát lényegében ez lézerrel olvassa le az adott formánkat a kártyákon, innen tudja, hogy melyik kártyáról van szó, illetve a szerencsekártyáknak is ugyanilyen jelzései vannak a Patrik felé, így. Tehát, hogy ez alapján tudja, hogy melyik szerencsekártya, mit kell csinálni, illetve, bocsi, még egy dolog, amit elkezdett a Márk mondani, az itt látható. Itt, mondhatod. Nem, hát azon az is látható, hogy melyik értéknél mennyit kell fizetni, hogyha valaki másra állít. Így tehát van. Úgy van, nem? Először úgy van, hogyha megveszel, rájössz egy területre, vagy megveszed, vagy pedig licitálásra kerül. Ami azt jelenti, hogyha a licitálás az 20 monopoli pénzenként halad, és mindegyikünk rányomhat, de van egy bizonyos időhatár. De ha rányomsz, akkor mindig látod, hogy mennyi össze van, plusz mondanod is kell. És aki a legvégén licitál, azzal, hogy az összegért elviszi. Az is lehet, hogy senki nem licitál, akkor az a terület az semmi, visszakerül a bankba. Tehát vagy megveszed, vagy licitre bocsájtod, vagy pedig senkinek nem kell. Hogyha egy területtel már rendelkezel, és arra vagy valaki rálép, vagy pedig te magad rálépsz, akkor fejlődik, ugyanis itt nem kell házat venni, itt alapból a terület vásárlásával kapsz egy házat, és hogyha az az egy darab ház fog fejlődni 1-5-ös szintig. Minden egyes lépésnél fejlődik. És mindig, hogyha valaki rálép, akkor mindig egyet fejlődik. És nyilván, hogyha rálép valaki, akkor ahány fejlesztésen áll, annyit von le az ő kártyájáról. Nyilván, hogyha te magad lépsz rá, akkor nem von le, hanem de akkor is fejlődik a területed. És akkor így megyünk szépen sorban. Vannak még játékot befolyásoló tényezők, például, hogyha startmezőn átmész, akkor kapsz 100 monopoli pénzt, egységet, kiéve, hogyha ezt eseménykártyával kell megtenned, akkor nem kapsz. Az eseménykártyáknál vannak olyanok például, hogy mondjuk ingyen fölemeli egy adottsággal a területedet, tehát te többet kell fizetni a többieknek, vagy a szomszédodnak egyet lejjebb visz. Szomszédos területnek az számít, tehát hogyha mondjuk itt ez a területre van szó, hogy ezt viszed egyel följebb, akkor ez a szomszédos terület és ez. Tehát nem az a szomszédos terület, hogyha mondjuk Patriknak itt van, és itt nincs senkinek, hanem tehát odáig nem vonatkozik. Mi van még? Ja, hogyha teljesen elfogy a pénzed, kártyáról, akkor a területednek az értékével is tudsz fizetni. Úgy, hogy a kifizeted, hogyha rábész valakire, és akkor az övé lesz az a terület. Vagy pedig a banknak kifizeted, akkor visszakerül a bankba, és azt újra meg lehet vásárolni azt a területet más játékosoknak. Így van. Ha kiekkel a játékból teljesen eladósodsz, tehát se pénzed, se területed nincs. És addig megyünk, amíg vagy a három közül kettő nem esik ki, vagy pedig, hogyha nagyon sokáig megy a játék, akkor akinek a legtöbb pénze, illetve területe lesz. Hogyha azonos a pénz összeg, akkor az nyer, akinek a legmagasabb szintű területe van. Ugye ez színekkel előri, tehát itt látjátok, hogy a kék dunakózó éri a legtöbbet, és akkor így vannak a területnek az értékei. Amit még mondani akarok, hogy nem tudom, mennyire fogjátok látni,
ugye a házikót kell pakolgatni, hogy hányas szinten vagy. Igen. Ugye ezt nem tudom mennyire fog látszani, de nagyjából következtetni fog, hogy fog... Há, vagy mondjuk. Következtetni, Szóval látni fogjátok, nagyjából egy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, illetve 5-ösben van nagyjából a mező, mert azért egész jó kivehető a táblán. Tehát, hogyha ide tesszük itt is 4-esbe. Tehát például én úgy tudom, amit az előbb tesztettem, hogy például a Dunakorzónál 5-ös szinten 1650 monopoli pénzt kell fizetni egy rálépéssel. Dunakorzónál, nem? Azt hiszem úgy 1600. Az a maximum most? Az a maximum, tehát az a legnagyobb értékű terület, legnagyobb fejlesztett változatában, tehát rögtön a kezdő pénzének az összes része elment. Az a durva, hogy 300 az első szint, és 1500-an indulunk lóvéba. Igen. Tehát, hogy annyira gyorsan fog forogni a pénz. Ez gyors monopoli, tehát ez ilyen gyors játékra van kitalálva. Igen. Annyi még, hogy... Hogy mit akartam még mondani, és előbe hitelkártya. Akartam. Hol a hitelkártya? Milyen hitelkártya? Hát én ennyivel nem tudok ütkezni, hitelkártya kell. Jó, beszélsz. Valamit még akartam mondani. Ja, hát az ingyenes parkoló semmi, ott pihenni lehet, hogyha börtönmezőre lépsz csak simán, akkor látogatóba vagy, de börtönbe vele is lehet küldeni. Börtönből úgy lehet szabadulni, hogy vagy azonos számot dobsz, vagy pedig 100 monopoli pénz. Ezek mit csodák? Ez meg ez. Büntető 100. Ez a kártya. Ez a kártya, ez okay. A szerencsekártya, ez pedig a helyszín kártya. Várja, pontosan ezt most én sem emlékszem. Így van, hogyha kifizetsz 100 monopoli pénzt, akkor eldöntheted, hogy te bármelyik ingatlanra ráléphetsz az adott táblán, tehát fejlesztheted. De 100 pénzért cserébe. Viszont, hogyha te itt lépsz rá, és te ide akarsz lépni, és átmész a startmezőn, akkor nem kapsz startmező pénzt. Tehát, hogyha tehát ilyen átlebegés van a starton, ott nem tehát akkor, mint hogyha teleportálnál, nem jár start pénz. De nyilván lehetőséged van semmit tenni. Tehát hogyha nincs annyi pénz, és ide lépsz, akkor azt mondod, hogy semmi, és kész. Tábla most van kiítva, szerintem a harmadszorra. Ja, valami. Ja, igen. Még azt akartam mondani, hogy a területek alapjáraton is fejlődnek, hogyha azonos színeket vesztek. Úgy van, hogyha te rendelkezel csak egyedüliként mondjuk kettő kék színű van, mind a kettő nálad van, akkor automatikusan kettőt fejlődik mind a két terület. Viszont hogyha mondjuk... Hármas lesz. Igen. Hogyha előtte nem fejlődött, akkor hogyha mondjuk kettes, akkor négyes, lényeg, stb. Lényeg, megvan az egyik, utána a másik, igen, akkor... hogyha osztok, tehát hogyha mondjuk nekem megvan ez a sárga, Zsoltinak ez a sárga, akkor mind a kettőnek egyet-egyet fog emelkedni a terület. Miért? Hát ez így van, nem tudom. Miért? Hát ez a játék tovább. Ez? Az nem. Az azt hiszem nem. Más szerintem így nem kell tudni a játékkal kapcsolatban. Ennyi. Én már itt van, hogyha egy vagy több játékos birtokolja a sorozatot. Jó, az egész sorozat... Ha kettő vagy több, tehát érted? Oké, de az egész sorozat igen. Már embernél van, akkor fog egyet lépni. Ja, azt hiszem. Oké. Sorozatnak kint kellene kézbe. Ja. Na. Más szabály, szerintem nincs, amit így hirtelen nem mondtam el. Eurolottot lehet venni. Egy hatot. Szerintem nincs. Annyi még, hogy majd lehet, hogy megkérdezem, hogy hogyan működnek pontosan ezek a kombinációk, mert mindegyiknél máshogy működik. Jó, oké. Na hát akkor kezdjen, akkor Patrik kezd, dobnia kell először. Mindig ő bazd meg. Hát te írtad elsőnek. Jó. Patrik egy 8-ast dobott, ezek a köztelével meg. Látszik, egész jól látszik, hogy 8-as. Beszám, oké. Okay. Na, a Patrik eldönti, hogy megveszi a területet. Ha megveszi, akkor kérik szépen a banktól ezt a területet, mégpedig az 5-ös számú kék területet. Ez úgy működik először, hogy oda tesszük a területet, utána pedig a Patrik a kártyáját. A jó oldalt. Még, a jó oldalt, így. Nem lehet hangot állítani, hogy vagy? Nem tudom, hallatszik a játék? Nem, hát mikrofon már. Valahogy lehet. És ilyenkor... A pénztárgép hangja, vagy mi az a bank terminál hangja hallatszik? Lehet hangja, hangos. Hát lehet hangosítani. Ott
Itt a végén van a hangerő. Hát hangosítsuk feleslegebb hallja. Tartsa lenyomva a pipát, és az X gombot egyszerre. Ha elkezd a hang... Használd a pipa vagy az X gombot a négy hangerő szint közötti léptetéshez. Nyom meg az a gombot a jó álláshoz. Oké. Okay, na elvileg ez a leghangosabb mód. Most hallani. Hogyha hogy elvileg halljátok. Na akkor én jövök. Ezt hogy kell használni majd? Hát úgy, hogyha mondjuk te már rálépsz, vagy valaki már adj neki egy házat. Bármikor valaki rálép, akkor mindig egy szintet föl fog emelkedni. Igen. Aha. És akkor azt az összeget fizeti. Tehát most, ha valaki rálép, akkor az első szintű összeget fizeti. De valaki rálépett, akkor be kell húzni, hogy rálépett. Így van. Aha. És akkor az rendszer, meg a rendszer emlékez majd rá, hogy te milyen szinten vagy, hogyha elfelejtenéd, tehát itt bepötyögöd, és itt írja neked, hogy ez az ötös terület egyes szinten van, és ha valaki rálép, akkor annyit kell fizetni. És ha most hozzárakja valaki a kártyáját, akkor ő ezeket fizet. Akkor akkor fizet, ja. És amikor fizet, akkor igazából növekszik a szint amúgy is. Igen. Szint is, meg a lóvé is. Meg ugye a lóvé is. Ja. Páros... Meg dobok ma még egyszer. Aha. Mikor? Mert holnap. Tíz egyetem utcát megvesszük. Kérem szépen az egyetem utcát. Én tudom, hogy egyben rálépek benne. Bank eladja. Akkor én dobhatok még egyszer. Ja. Még egy tízes. De most nem dupla. Azt fogom csinálni, hogy be fogom érni a területeket per egy. Jó. Arra gondoltam, hogy akkor legalább látszik, hogy kinél mennyi terület van. Jó. Na jó, egy szerencse kártyára léptem, főhúzok egyet és azt hangosan felolvasom. A hét üzlete a címe. A pletykák szerint a piac felvirágzik. Lépj bármelyik ingatlan mezőjére, olvasd be ezt a kártyát, majd az ingatlan kártyáját, hogy megvedd, átverésre bocsájt, vagy megemeld a bérleti díját egy szinttel. Tehát én bármelyik mezőt kiválaszthatom, hogy rálépem, megveszem, vagy felemelem az értékét. Én most azt mondom, hogy kiválasztom a színházteret, tehát én most átugrok, ilyenkor nem jár startpénz, és én akkor kérem a színházteret, megveszem. Meg akkor sok-sok házikó kell, nem? Meg kérek szépen még két házikót, igen. De ilyenkor nincs a szintük, nem? És elvileg itt kijelzi majd, hogy azért egyes, mert hogy sorra kinket lenni. Ja, tehát hogyha meg lesz nekem még a Janus Pannonius út is, akkor kettő. Vagy valaki, ja, akkor kettőt emelkedik, ha valaki megveszi, akkor egyet. Akkor csak egyet emelkedik mindenki. Mindenki. Ja, tehát az összesen meg sor. Kell lenni. Így van. Így van. Kink kell lenni embernél, akkor tuti egyet emelkedik. Tehát itt azért csak a kettőt beszéltük, mert kettő van. Milyen szögletes kocka? Direkt csalókockák ezek van. Csalókocka. Hát ilyen, úgyhogy nyilván csaló. Hát ott... Három. Egy-kettő legjobb. Hogy ne vennék nekem? Mindent megveszek, bazdmeg. Zsebpénz. Hát ez sok kicsi, sok rány. Török udvar. Azt kattad is. Patrik jön. Patrik egyből dob egy kettest, négyest. Jön hozzám. Nem, kilenc. Betlen Gábor utca. Azt meg is veszem. Megveszi. Hadd menjen csődbe. Na, Patrik azt is megvette. Én jövök. Hét. Móra Park. Megveszik a Móra Parkot is. Most már lassan eljutunk arra a pénzösszegre, ahol már óvatosan kérjük kell. Szépen házat is. Amúgy ja, lehet, hogy a Patrik, lehet a Patriknak kéne a bankot kezelni, akkor te meg irogatod. Oké. Okay. Mert csak házat kell adni meg a területet, úgyhogy. Oké. Okay. Tessék parancsolni, bankos, asszisztos. Én meg vagyok Tipkárnosz. A... Én meg vagyok a... Magadnak is. A, ide is tegyél légy szíves. Házat. Egy ház. Ja, csak úgy kell rakni, hogy az egyes szint. Jól írtam, hogy kinek mennyi pénze van? 1800. Neked miért 5000 még megyen van? Hát mindegy, a terminál úgyis jelzi, szóval nem tudsz csalni.
És mondanám ebben a színben is, hogy 4-szer próbálsz csalni, az előző vagy 24-szer. Ha! Sikerült is, mert ez egy nyert. Jaj, egy nyert. 4-et pirigyál oda, légy szíves. 1, 2, 3, 4. Duna Korzóra parkkal nyeri zsá magad. De 100-at fizes be. Jó. Úgy van, hogy... Már jó. Ez nem működik. Csak meg kell nyomni a pénzt. Oké, okay, irány, ott van annyi. Nem, most tartmezőn átléptél, azt nyomtad. Nem nyomtuk át a funkció. Várjál, vissza kell vonnom a tranzakciót. Kamatot számoljára. Úgy többet vonják vissza. Jó, most levontuk neked. A lépni nyom, mert... Kicsit gazdagnak éreztem már magamban. Na, most olvasd be a kártyát. Na, így már jó, és akkor most átléphetsz. Hát Duna Korzó, please, madam. És akkor Duna Korzó. Duna Korzó, de nagyon gyorsan lép. Jobbra. Kilenc-negyvenem van már csak. Na, Dunakozó. Na, Patrik jön, meg egy hátat akkor tegyél oda rá, Léci. Akkor eddig két-két kártyának kell kinenni mindenki. Nekem három van. Hogyan most ebben, miért nem szólsz? Hát én ilyen jó vagyok. Az élő közvetítés akadozik, nagyon nagy a távolság az élő meccs meg a stúdió között. Három. 8? Úristen, veri. Mondanám, hogy hova mennyi, de az nem 100 dollár. Akarsz menni, vagy nem? Akarok menni. Akkor. Hát. Jó, most léphetsz. Ez drága lesz. Itt a kék. Hát azt az jó, mert fölemeli egy szinten. Nekem jó, hogy kiveszi a sort. De ez nekem is jó, mert akkor... Persze, mert szinte nagyon. Na, ez megéri nekem. És akkor... Lovasd be. Most történik az, hogy a Duna Korzón állam a kék, most a Vörös Marti a Patrikhoz kerül, és mivel kikerül a sor a banktól, tehát emberhez kerül, ezért automatikusan mindjárt emelkedik is kettes szintűre mind a két terület. Így van. Úgyhogy innentől kezdve valaki... Tegyétek át kettesre a házat. Nem kell két ház, egy ház, csak tudod arra. Ja, hogy így. És akkor innentől kezdve a Patriknak 7.30 van. 3 terület. Igazából a rendszer úgyis tudja, hogy mennyit kell levonni. Szóval. Akkor innentől 400-at kell perkálni, ha rávittek. Hát nem, nem dobok kettesre. Egyből visszajött rára. 3. Hát akkor megveszik azt is. Dóm tér. 240-ért? 240-ért. 760-at maradtam én. Aha. Ott lette. Hú, ez lesz házat kér. Hát de betombáltál egy területet, tehát az is pénz. Nagyon gyorsan eldurran lóvé. Ahogy. Hát ez gyors játék. 9-et tudom. Ez elvileg ilyen pár körös max. Átléptem a sortmezőn, csak mondom. Akkor kárt... Micsoda! Tedd a kártyádat ide. Oké. Okay. Akkor... Meg ne vidd messze. Már Patrikhoz belép. Úgy. Akkor tedd oda a kártyát. Százas leperkáltál rólam, te rohadék. 1048. Meg ugye fejlődött ilyenkor a terület. Tehát azt is kell nézni, hogy a saját területet lépsz. Mennyi van kell. Nekem? Te vagy az autó? 1040. 1040 és neki meg 830. Nekem nem tudtam menni területet, mi? Picsával vele. Török udvaron állj meg egy kicsit. 89. És ezt meg is veszem. Ja, meg átléptem a... Jaja, várjál. Berakhatod? Legyen pénzem megvenni a tetet. 200 minusz 100, akkor 100-al növekszel, igaz? 9, 30... és 4 terület. Ja, egyébként lehet úgy rakni, hogy látja, lássák is egyébként. Hát nálam nem. Ez a terület, ez most kettes szintű olyan? Vagy inkább ez hogy megy? Nálam tudom, de annyira nem látszik. Micsoda? Ilyenkor az egyes szinten van.
Igen, egyes szinten megveszed, egyet. Ez is akkor ugrik. Hogyha tiéd, mind a három, kettő. Akkor mindegyik kettőt ugrik. De hogyha valaki megveszi, akkor csak egyet. Akkor csak egyet mindom. Aha. Hogyha két különböző embernél van legalább a sor. Ez menni? Mert akkor az van félmány. Hetesen nem börtönbe kell menni? Nem. Akkor kell, hogyha háromszor egymás után olyat dobsz, ugyanolyan számot. Akkor már csalsz. Igen. Elkaptad a fránya ragadós kőgés, olvasd be egy kártyát, majd az egyik ingatlanod kártyáját, és életi díja egy szintet csökkent, de hát az összes egyesen van, úgyhogy mehetünk tovább. Nézzük meg, mire azt lehet visszakadni a bagnak. Nincs ilyen. Olvasd be a szentcsöket. Nincs ilyen. Ez a szentcsöket. Gyere. De azt, amilyen Semmi. Rögtön mondom, hogy elveszi. Ja, írja, hogy ide nyílt oros a bank. XD, utána nyílt bank, XD. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Há hogy ne? Há hogy ne? Melyik az 9-es? Petrészi tér, ja meg egy házat is. Köszi puszi. Mennyi a cash flow? Cash flow? Akkor nekem most kőkeményen lett 860. Nagyon learadtam. Ahhoz képest lókos. Fájni fog nekem, úgy értem. Ujjaj Patrik, ott az én számlára érkezik egy kis lő. 8. Színház? 860. Azaz. Patrik? 760? Nem. Ilyen 8-20. 8-20. És egyet följebb. Mindjárt megvárom, mi lesz a vége. 8-20 a Patrik? És 8-70 a Márk? Jaja. És följövök. Átjöttem a napállású. Kettőt dobtam, 12. 7, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Erjészt akkor várja startpénz. Megveszem, meg szerintem akkor megveszem, igen. Akkor 9-70 lesz. És akkor mindenki majd fölmegy a terület, igaz? Egy szinten följel lépett a területen. Akkor az már kettes mindegyik, mi? Akkor át kell rakni. Nem, ez 3-as. 3-as, 4-es, 2-es szintű, az 5-ös, az 3-as szintű. Nem, az meg. Jó, igazából rádomunk globokozka, úgyis elugrik össze-vissza, azok is elugrottak, szóval. Lehet, hogy nem is kéne ház, már úgy megjegyzi a terminál. Mindegy, nem baj. Jó. És még egyszer dobsz. És még egyszer dobok, ja. A másik lett a pedig. 8. Ezt kiszámolta, azt is megvesszük. Mi van, az egész nálad lesz? Aha, de az egész az egyéb. Vazd meg. Mind a kettő felugrik, akkor... Kettőt fog ugrani. Ez 3-ra, ez 4-re, az meg 3-ra. Kérek meg egy házat. Újjaj. 8-60 Márknak mennyi van? 8-10, te vagy helikopter? Ajjaj. És mennyit van? 6 területed? Igen. Oké. Nézd. Jézus Istenem. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Add ide. Van ide, de gyorsan. Az jó, akkor feljön meg. És akkor még kér egy ház oda is, és akkor... Minden kettes. Ez minden kettes, ja. Közi, közi puzi. Nem, most hogy jött bánni. 6.40 van. Ajaj, most Patrik arra felemegy. Újjúj. Ez honnás. Hát, hogy mondom, ezeket a házakat lehet lekeszedni, mert szétborulna. 6? 5, 6. Megúsztat arra. Ezek meg fogok itt dobni. Mennyi ez? De így csalsz, így nem lehet bizonyítani, hogy csalta. Húzz egy lépjed unakorzóra. Ez itt csak a Mark Landon. Találkozol egy neked tetsző különleges valakivel, válasz ki egy játékost, olvasd be ezt a kártyát, majd mindkettőjük bankkártyáját, hogy begyűjtsetek 200 pénzt.
Mindenket, én meg valaki kap 200 pénzt. Hát nézze! Patrik, neked kell, úgy látom, mert te vagy a legjobban lemaradva. Erre vagyok. Alvasd be egyszer, gondolom. Ujj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 j
Gyorsan betolnám a kártyát. Akkor az rablás lenne, nem? Olyan kártya nincs, hogy büntet. Mehetsz a börtönbe. Rablás? Nem tudom. 1010 meg 1020. Ne úgy, de Patrik, hogy elég valamelyikünk telkire itt. Azért nem szégyelítek a pofátokat? Kiverni az öreget? Köszönöm megint, hogy a kockát. 3-4-5. 7-8. Na, kapsz te is. Ja, levon Götzát. Levon, ja. Hangosan kell felolvasni, és tart a kamerába is, hogy lássák. Úgy olvasom, mintha mi nem tudnánk meg 2 másodpercen belül. Olvasd be ezt a kártyát, majd az egyik ingatlanod, ingatlanod kártyáját. A bérleti díj nálad egy szinten feljebb ugrik, a szomszédjaidnál egy szinten csökken. Az a 13-asnál mondjuk szemétjük lenne. Ja. Ott is lesz. Megcsinálva, csak mondom. De szerintem a 2-es használd. De egyébként, hogyha a 22-es csinálom, ott is jó lenne. Ja, a 2-esre nyomom. Nem, én ide nyomom a 13-asra. Milyen hangok vannak amúgy? Tedd vissza. 3-1. Jó. Öcsi. Jogi. Legalább túlélem talán, hogyha landol között. Ja, így igen. 3-at pirítjál ide. Ó, mi? Mondanám. 2, 4, 6, 8, 10. Honnan tudtam mindenből, nem? Hú, azt... melyik az? Kőfaragó. 18. Uh-huh. Megveszem. És dobhatok még egyet? Igen. Mennyi a pénzed? 7-20. De mindjárt landolok a tiéden, és ennyi volt. Jaja. Kettes szinti Dunakorzó. És izé 5 kártyád van, igaz? 11. Bazd, nem tudsz normálisat dobni, már szakadjál. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Már ez jó. És akkor most mehet a fizetés. Nyomd a zsetont ide. Hogy vagyunk? 7, 10, 8, 5. Kinek van 8, 5? Várjál, mindjárt visszavált. Nekem van 7-10. Igen, van 7-10. Patriknek 8-50. 7-10. 8-50, Patrik. Szerencsekkerék. Állandóan ezt húzom. Ingatlan árak visszapattannak. Lép bármelyik ingatlan mezőre, olvasd be ezt a kártyát. Majd az ingatlan kártyáját, hogy megvedd árvérzs a bozsát, vagy megemeld a bérleti díját egy szinttel. Tehát megint megvehetek bármit? Valak meg valami. Hát a sárgatot, hogy zöldeket megutolod. Igazából én inkább azt mondom, hogy utazok, és megemelem a díját. Nem kell itt félutazdóba. A Januszosnak. Na, itt már 4-es szintű. Csak mert ugrottam, ezért nincs áthaladási pénz. Hogy a pitch kurátorba csináltad? Vagy ezt itt, ki tudom én ezt húzni? Te vagy akkor. A telefonodat elpirítod annak? Hát próbálok. Akartam nézni a... Minden oké. Most jött eszembe, hogy mondom, mi ezt összeszűkítettük, nem? Ja. Mennyi eszem van, sem ennyi. Na. Egy jövök, vagy ki? Te
Teljes, igen. Na lép le ide nekem. Saját. Jó csak. Utazó 100 pénzért, vagy nem kell sem. Mi van, ha utazok, nem kapok kedvezményt az van. De utazhatsz mondjuk, nem segítek. Mi azt jelen? Mi? Csak fővásárom. Egészen. Tudnék egy jobbat. Nem segítek. Dunakordóra? Nem. Ez a török udvarra. Hát de minek? Én ezt tudok utaznék. Ide. A Dunakorzót főtona megye. Hát az... Vizes, vizes. Utána... Ugyan, hogy megkapom a izét, tudod, az áthallást. Hát? Aha, és meg utána a kártyát. A kártyádat. Hát az minek? Hát mert ugye a diáltal, hogy te léptél rá, és azért megemelik. Jaj, bocsi. Jó. Hármas szintű. Patrik. 5-6-6 kell perkálni. Hú! 11. Mi? 5. 6. 12. Petrifi. Ajaj. Ajaj. Ad a zsetont. Ó, ez még csak egyes szintű. Az 40. Az is fáj egy kicsit. 7-10-7. Patrik feljebb ment egy szinte. 7-es. Mert ilyen nincs. Hát állandóan izé. Állandóan. Dűl a pénz. Költ el a lottó millióidat. Cseréld ki az egyik ingatlanodat valaki másére. Válasz ki egy játék, válasz ki egy másik játékos, olvasd be a kártyát, majd mindkettő olvashatok be az egyik ingatlan kártyát a cseréhez, cseréjétek ki. Nagy körös a Dunakordó, ad ide, de gyorsan! De nem, hanem meg kell beszélni. Itt van amúgy. Miért olvasod ezt? Csak, hogy meg kell beszélni? Nem, kéne szépen a Dunakordót majd ide. Így, ez jó, ez tetszik. Nem te döntöd el. De. Válasz ki egy másik játékost. Olvasd be ezt a kártyát, majd mindketten olvassátok be az egyik ingatlanotok kártyáját a cseréhez. Nem te döntöd el. Nem az van, hogy tehát, mi? Az, hogy... Hát de vagy nem. Hát nem, mert akkor az nem dől a pénz. Nézd meg, olvassa utána, biztos, hogy benne van a kártya. De hogy nem. Olvassa utána. Szerintem nincs benne ez. Szerintem, hogy ez nincs benne. Nem írja. Nem. Ezt szerintem nem mondod meg, csinálhatjuk így. Ez mi az, hogy én adok egyet. Ha van egy magasabb, majd neki alacsonyabbja van, nekem meg csak magasabb van, akkor ő járt, hogy tudod. Hát csak fordított esetben meg, akkor most itt muszáj bejátszania? Nem, szerintem nem. Nem mindegy, akkor csináljuk így, mondjad, Dunakorzó. Hát de akkor úgy van, ez egyiket, tehát nincs az, hogy én mondom. Igen, meg. Igen, azért gondoltam, hogy szerintem akkor általán felajánlott. Mert annak érni meg, hogy mondjuk neked van csak kettő ilyen, nekem meg kettő nagyobb, és akkor neked tök mindegy, melyiket adod be, úgyis igen, akkor... Igen, csak az esetben te szophatsz, mert én ott beadom. Ja, azért mondom. Egy nagyobbat. Nem tudom. Mindegy, akkor legyen, játsszuk úgy, hogy mivel az egyik, ezért ne legyen megmondani, hogy ne lehessen. Jó, oké. Ha így van benne, akkor... Mindegy, akkor ennyi, nem történik semmi, akkor mehetünk tovább. Még se kell? Nem kell semmi nekem annak. Hát dehogy, nem itt van ez. Nekem megadhatsz már. Nem kell kezdenem. Adj már egyet. Nem, biztos, hogy nem. Ott van, megszerzed a másikat, ott a piac tered. Hát a nagykörös cserék. Dehogy, cseréljük. Dobjál. Ott van mellette. Most lépsz rá, dobj egy kettest. Egyest. Ó. Kétszázat pirkáljuk be. Az lelki nyugalmat. Átlépte a startot. Ja, húzzál már belőle lépkős. Oké, mert? Valamit eldöntetett, hogy lépsz, vagy nem? 100 ér, menjünk-e valahova. Mennyi perkám van?
Bocsi, gondolkodnom kell, muszáj. Nem mondanál, én. Jó, akkor megveszem a... megyek 100-ért. Ide. Azt tettem. Ide, hóvára? Aha, azt veszem. Muszáj valami. Akkor valat 5-50-ed. Viszont egy telek kettőből. Ja, meg teljes. Jaj, már kék. Nyilván, most melyiket van a korzót? Mondom, hát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, jaj, jöhet! 200-at pirkál először. Jöhet. Marud messzire a kártyára. Azaz. 6, 11. Íz. Hol vagyok? Itt. 9-10. Na, sárga is. Senki, senki. Hát... 260. Vedd meg, ne felakadjál már. Előbb kiesik. Ha nem veszem meg, akkor meglisztálni kell, nem? Uh-huh. Igen. De belmehet többért is. Hát vagy licitre bocsájtod, vagy megveszed, de licit lebocsájtod, te is licitálhatsz. Licitre bocsájtom. Jó, akkor... Várj, megnézem, hogy az melyik kombináció. Jó, olvasd be. Ingatlan, most van licitre, és akkor ha megnyomom, elindítom, és úgy működik, hogy időre megy, ha a licitáláshoz meg kell nyomnotok ezt az M betűt, minden licit után 20 monopoli pénzzel emelkedik, és... itt nincs az, hogy sorba kell valami. És mennyi az idő? Az sincs. Tehát akkor lehet, hogy random idő van. Lehet. És én most elkezdem én nyomkodni vele? Hát annyi, az utoljára, aki hozzáért, az veszi meg. Tehát így nyomkodod fölfele, te veszed meg. Csak magadnak felvered az árat. Na nézzük nézzük. Nem tudom, mennyi az idő. Most szerintem fölnyomkodhatjuk egy darabig. Nyomj már rá! A 2-20-ért a tiéd. Ennyi. Tedd oda a kártyát. Ja, tehát igazából 40 pénzért olcsóban megvetted. Ennyi. Bármikor. Itt van, köszi. Hibátlan! Mennyi pénz? 390. Rálép itt majd valamelyikre gyors, ott van te zöldedre, az... Hello. Te vagy, nem? Ja, nem, te voltál a licitre, bocsánat. Most nem dobom két körig. Az is lehetett volna, hogy semmelyikünk sem licitált. Most nem dobom két körig. Miért? Hát majd nehogy bukjak. Ja. Amúgy az is lehetett volna, hogy elindítjuk a licitet, senki nem licitál, és akkor visszakerül a bankba. Három, hol vagyok? Ú, majdnem, látod? Egyet nem tudsz dobni. Licitre bocsájtom a dobóteret. Nem akarod megvenni. Hát? Aha. Jó. Ajaj. De kiszállta, nem szállhatsz be. 2-20 a tiéd. Te is 40-nél olcsóban megette. Az igen. Te vagy. 4-90 van a Patrinnak. Írhatok kevesebbet? És ott mindenkinek 6 területe van. Jaja. Úgy. Elég izgi. Majd most kezdjük az, hogy rá, majd szép aztán elfogja az összes, és majd kezdődik a lépkedés. 5. Hol vagyok? Mhm, mhm.
Egyetem utca? Bazd meg, hogy a fizetek ki, mennyit kell? 2,95. Ki megvéged ezt? Pengesbe. Még egyszer be tudom. Na gyertek csak oda az óvárosba, belepirítotok egyet, meg már meg 1000, ennyi volt? 1400? Ja, bocsi, mert neki. 1440. Neki kellett fizetni, a fejlettem. 1440. Jó van már. Ajaj. 4, 5, 6. Ott az óváros. 2,36. Légy de... keres. Ja. Itt nincs kes. Oda néz! Oda néz! Mennyi pénzed maradt? Lófasz! Várjál, mennyi pénzed maradt? Semmi, hadd nézd meg! 260! Miért hozzám én? Miért hozzám? Miért nem hozzám jössz? Még mehetek. Hozzám jössz. Na, Patrik! De gusztosan megvagytok. Vörös Marti tér. Vörös Marti tér, kettes? Három volt. Mennyi pénzed van? 6-20. 6-20, nem? Mindjárt kiírja. 1008. 10-80. Ja, ennyi. 6-20-ad maradt? Ja, jó számom. 10-80-60 FPS lett, így kell játszani. Be kell közelnem a rendszert itt. Dob még egy, 1, 2, 3. Nem, várják, itt dobhatok. Egy hármast dobják. Oda légy! 7-es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha! Ott van egy vetlen Gábor. Hát tettek, hogy csal. Téli adásba. Állandóan. Ez az. Ajaj, az már lassan telekbe állod a áldozásod. Menj ma onnan el. 2,30-a maradt? Nem lehet. Ja nem, 2,30-at kell megfizetni. 170. Sima liba. 7,80. De Patrinak olyan mákja van mindig, bazd meg. Tövaj, Patri. Uram. Mákja? Ja, oda be lehet ugrani, nyomját. Úgy. Saját területére ráj. Azt meg nem tudtok hozzám benézni, vagy mi? Tedd be a területet, plusz a saját kártyádat. Gígyet szinti lesz már, atya úr is, nem tudok fizetni. Két nem. Van annyi összesen? Ez mennyit ér? 6. Az alapösszeget ér csak, nem? Oké, enter. Várjál. Gyere, Pepe. Jó, most elted. Della mella. 130. Pengesd be. Akkor dobok még egyet. Mennyi pénzed maradt? 5. Ezzel egyet. Kis faludé, az ki? Meg ezért is fizessek. Na, itt rájátok lapicsába, mert nekem átkérdezik. 8-90 nem maradt? Az komoly. 8-90 nem maradt. Na. Nekem van 300-am. 890 nekem, Patriknak 1040. Ez kemény lesz. Tösség. Mindenkinek hatáke van? Aha. 12. Hű, dupla. Jó, van a kumva anyját. Most szar játéknak, bazd meg. Mi? Olvasd be ezt a kártyát, a játékosok csak az egyes szintű bérleti díjat fizetik a következő két díjfizetésnél. Na pont rám léptek, vagy valami, akkor be... Jó. A kártyádat. Nem kell. Minden fizetésnél csak egyes szint lesz. Bárki bármire lép. Ja. Yeah. Igen. Igen. Az jó. Mert épp... Ja, de várjál, te dobsz. Hatod, hogy várjál. Akkor miért veszed el? 5.
De ez most neked pont jó lett volna, ha mellé lépsz. Hagyom a francba. Jó, köszönöm. Hányom tovább, Patrik. Elálvedezem. Az a százas. 5. 6. Ja, 6 most. Nem jó, 6 az. Az egyik kötyöt nem láttam. 6 az jó. Kurcsáltam, hogy ilyen 4-es. Akkor kérnék egy... Bazd meg, csak az 1-es fizeti. Hát most az a 20 pénz. Milyen 20? 2-20-at fizetne már. Most csak 70-et. Ja, tényleg. Tényleg. És tényleg úgy érje. Tényleg. 2-20 helyett 70-et fizetett. Most már is csak egy szintűt fog fizetni. Hála égnek. Mennyi maradt neked, Patrik? 9? Az az enyém. Színháztér. Mennyi van előre? 8-90. És kinek van 1070? Mi? 1070, kinek? Mindjárt nézzük. Nekem 900 van. 5-ös szintű az? Nem, 890 van. 1070 a Patriknak van. Az 900-at fizet. Az 5-ös szintű színházterem. Patrik, készülj! Ez jó lesz, hogy jól tépen erre. 6-os. 2-4. Della áll a házhoz. Lehet, hogy itt is fizeted. Ja, azért nem is írom be addig. Igaz, kapsz 500-at. Olvasd be ezt a kártyát, majd bármelyik ingatlan kártyáját, és a bérleti díj vissza lesz egyes szintre. De várj, azt mondja, bármelyik. Hát a sajátját, nem? Oké, okay, hát az enyém. Ja. Nem. Nem utasd? Szerintem azt nem mondja, hogy azt írja, hogy bármelyik. Akkor lehet, hogy én tudok visszaíteni tiéteket is? Szerintem igen. A bundás bosszúja. Kutyát valakinek az udvarán végezte a dolgát, a te kutyád. És? Ja, de piros, akkor az nem. Általában zöld mutatja a jókat. De igazából... Nem tudom, ez a cserélés olyan volt, hogy nem tudom. Hát a szürke az ilyen semleges, mert lehet jó is, de rossz is. Nem, mert nem azt írja, hogy bármelyik ingatlan kártyádat, hanem kártyáját. Oké, okay, melyiket van ötösen? Mit mondtál az előbb? Ez. Hát így látod. Színház, akkor ah. Piríjuk be. Szép. Akkor ez így jó volt. Mondd, de most állítok adta még a Januszra. Patrik jön is. Hopp, hopp. Mondtam, hogy rálép a Januszra, mondtam én. Tír. Kipárj, kipárj. Négyesen. Mennyi? Nem, egyesen, mert még ez a kör. Bazeg. Tényleg. Jézus. Ezt miért húzod ilyen szarkártyákat? Két te megszívattam, úgyhogy te húztad ki. Tényleg elvettem tőled, vagy 9000. Elvettél tőlem 900-at, meg plusz 4,90-et. Ezzel már majdnem meg is nyertem. Ezzel majdnem megnyertem volna a gémet. Olyan. 10, 11, 12. Na, utazhatsz, akarsz. Utazok. Mi az utat? Úti cél, Kosszarik. Hát nyilván a saját területem. Vörös Matyi. Hát benyomom ötösre. Az igen. És 1500-at kell fizetni? Mi a szart? Remélhetően most nem dobok duplát, mert akkor... Két egyes? Nem. 8. Gyerekek! 7, 8. Az az enyém. Az az enyém. Hármasok. Várj egyszer, fizessük a kört. Most már mit jönne vissz? Nem, ez nem jön a kerületet az enyém. Hármas, látsz, hogy 2-40. Nem. Mennyi pénze van? 1090. Meg a Patriknak lett területe. Igen. Nem? Ja nem, nem lett. 60. Tiéd lett. Négy ezt. Öt. Be voltna tárazva, mi? Igen. Visszafizettem, amit te fizettél az előbb.
egy 10-es hiány. Hmm. 570 kinek nekem? Ahogy van nekem 570, vagy 300-at? Lehet, hogy az előbb benézted. Nem tudom. 1130 a hajónak? Jaja. Hát most fillet fizetve, nem? Mm-hmm. 1030 van nekem. Te perkálta neki? Rosszok, fordítva írtad. Fordítva írtad. Na. Annyira forognak a pénzek. 9. Ez a teljes összeg már, ez a teljes összeg már. Lehet, hogy 980. 980? Nem tudod kifizetni. Nem anyja, hitel. Nem. Be kell fizetned. 4 tized, bazzeg. Mi a rá? Nekem kell fizetned még 4 tized. Meg mennyi az értéke? Ez a köcsök csak minimálba húzza le. Igen, amiért megvetted. Azt nekem kell adnod. Tényleg? Aha. Milyen csicska játék? Szerintem. De várj, hogyha nem hívom, visszavonjuk a tranzakciót, és akkor... Na most már mindet csináljuk. Tessék, itt van. 500 meg kell 30. Vigyel ezt is. Nem, az plusz 30 volta. Plusz 30 volta. Igen, azt már nem érzékelte. 30 dollár, 30 dollárra. Ha egy másik játékosnak tartozol, olvasd be a kiválasztott tulajdonlap kártyádat, amíg ki nem egyenlíted a tartozást, hagyd a házat az ingatlanon, a meglévő díjszinten, és add át a tulajdonlap kártyát a másik játékosnak. Ez ugyanaz, vagy másik? Ez két opció? Szerintetek? Mert ott a banknak tartozod, itt meg neked tartozik. Nem, mert... itt. Tehát egy másik játékosnak tartozol. Az oké. Okay. Az jól csináltátok. De akkor tartozod csak a banknak, hogyha egy kártya... Tehát akkor nekem kell adnia, igaz? Ezek szerint. Igen, ha? Igen. Jó. Tehát be is kell, amíg ki nem egyenlíti, és utána rajta kell adni a házat, és nekem adni, nem? Igen, igen. Jó. Tehát egy az egyben a teljes értékát volt úgy. Csak ezt elvileg rendszer is tudja? De amúgy, igen. Hogyha rányomod, akkor ez a kiírja, hogy kié. Most már jelent az enyém. Vadász helikopteri. Ja, akkor az enyém. Csak ugyanaz az értéken megkaptam. Beírtad ezt a plusz 2 tetetet? Beszarom! Plusz 1600-an van! Ajaj! Most itt egy pár perc az enyém. Most kinyírám mindenkit, csak mondom, hogy 5 perc és vége a játékban. Mennyit kell dobjak, hogy... Dobj egy nagyot! Ez itt mind majdnem az enyém, úgy lépkedjünk. Úgy azért pont jó. Pont jó. Ja, de az 3, 4, 5, 6, 7. Szerencséd, most levitted egyet, csak most fizetetett volna megint ő is. Addig, hogy mindig kívülök a szarban ebből a meccsbe addig. Tudod, kell fizetni? Ja, 1020. Mit sírtok? Rálép a Patrik területére, az 1500. Maradj már, úgyse lépsz rá, a dobjál. Ki tudja. Dum tér, az ennyi. Oké. Okay. Húzzuk még azt is egy kicsit. Hadd dolgok. Lelkes vagyok. 10. Kétszáz! Ajjaj! Mit adjak oda, bazd meg? Hány ezt innen? Hát az ott... Az óváros sem adom, adom a korzott sem adom. De mi a faszta? Na, itt muszáj adnod. Neked már csak 3 területed van. Te csak 3 területed van! Jó lesz. Kétszer dobbad. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobbad meg megint. Menj már, Padi, meg 1050-re. Meg kapott egy területet? 2-t? Bár meg ingatlan mezőjére, olvasd be ezt a kártyát, majd az ingatlan kártyáját, hogy megvedd. Ára, hogy bocsánat, hogy megemeld be ilyet egy szinttel. Hát, ha akarod. Bukovár én vagyok, én úgy látom.
És... hova kell lépjek? Akkor 13-as. Akkor te vagy meg. Hét. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Az meg az ennyi. Ha! Őszintén sajnálom. Olvasd be a kártyát. Na, tete. Vagy jöztök ti még az én utcámba? Hát, remélem nem. Így. Én dunakozva szétcsapom az arcotokat. Az még nincs meg, hogy a gárdon nyújt meg, akkor megveszem. Mi bű? Van itt lóvé. Itt van azt ott nőnek az értékek. Aha. Mennyibe? Kettőbe? De úgy van, persze. 2, 3, 8, 9, 10. Te vagy. Dobjak szerintetek? Ott már épp ezt nyugodtan most már. 8. Na tessék. Megveszem. Hú, az is árverés. Akkor be kell üzélni. Mi az? M betű, nem? Hogy árverezni legyen. Össze ki kell tudni választani. Nem, össze ki kell választani. Még? Ja, nem, jól mondta. Beolvassuk. Most így. És pipa és pipa. És akkor mehet. Nekem nincs annyi, de... Kidehet, kit meg elég, rálítszilek. De ott meg kell venned, tök mindegy. Jó. Nagy fájtok mennek. Már 360-nál tartunk a 300-as területen. Mondom, 320-as terület, 400-nál tartunk. Először vásárolhatunk 400, kinek ki? Hú, bazd meg. Hagytad neki? Azt akartam, hogy elvigyen egy csomó pénzt. Hát a bazd meg, 10 területe van. Meg még föl is nézem, még a szint is 3-3 kell. Kérek házat. Hagyjál már. Az a legkevesebb gondunk a házat. Ráadásul felment a... Mennyi? Te voltál most, ráveszi, úgyhogy Patrik. Következő monopériumban benne lesznek a rezsijárok is. 4, 5, 6. Már utaz a Dunakorzóra. Ha vedd meg a nagy erdőt. Nem utazok. Nem éri meg, mert minden olyan területnél Márkra lépek. Na papi! Az fájdalmas lesz. De lázd ide a mindent. Ennyi. Tessék, megjött a segély. Akkor visszavásárolnám a területet. Ugyanazon az áram, ami volt. Mondom. Aha. Visszajöttem a meccsbe. 470-en van. 470-en van. Patriknak 1050-e, igen, neked meg 670. Neked 670. Hogy is 670? Az van ideírva. Hozzávágtam még 60-at. Aha. 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jöhet. Ja. Na most nem nálam. 4-10. Én a mezőn is, hogy átmentem. Ja. Azt nem kell. Csak a vagy itt elő. Ja, gyorsan lehetja a lóvét, hogy szakadjak meg. Hát ha átmér. Ja. Egy-két lóvét, tudod? Vissza lehet volna itt rá. Mehet. 400. Na mennyi az annyi? 400 adom. 4-es 100. 8, 80, 10, 10. Mennyi a... Patrik 8, 80? 9, 10. Melyik az az 5-es? Hm.
Négy, igaz? 10, plusz még egyszer dobok. Jó, látogató, plusz tökéletes. Egy. Igen. Még egy dupla, ajaj. 2, 4, 6, 8, 10. Búra park, az nálam van. Na dob még egy duplát. Nem mered. Várjál, várjál, milyen kvantam jön. Mikor rögtön mész, vagy? Várjál. Ott volt az irány, ja, az nem az. Ha egymás után három dobládot, ott be kell vonod a börtönbe, és a kör véget ér számodra. A bal oldalon ülő játékos következik. Tudod, meg tovább a kör. De akkor neked automatikusan most be kell menni, vagy még le kell lépned a hatot? Nem, bemegy. Szerintem ja, ezt már nem. Szerintem bemegy. Várjál. Nekünkben nem érne véget a kör. Ja. Nem emelkednek a bérleti díjaim, ha valaki az én ingatlanomra lép, nem kell beolvasni a tulajdoni kártyámat. Minden az által az eseménykártyák miatti díjváltozások azonban érintik az ingatlanomat, amíg börtönben tartózkodok. Úgy juthatok ki a börtönből, hogy vagy fizetek 100 pénzt, amit a legkövetkező körben, vagy pedig ismételten duplát kell dobnom, hogyha rám kerül a sor. Dupla. De tök mindegy, mert nem, itt nálam nem léphet. Már belőle? Bocsik, meg mi? Nem. Mi? Nem mehet. Nincs pénzem. Nincs pénzem utazgatni. 6. És ilyenkor mi van? Semmi, mert ebből semmi nem vagyok. Akkor tesz. Akkor nem szeretném még ott maradni? Vagy dupla, vagy fizetsz? Fizetek. Börtön. És akkor gondolom, most nem tudom, hogy dobhatok. Itt látom, hogy fizes, majd olvasd a bankkártyát, a klik, szabad vagy, most dobj és lépj megszokott módon. Ja, akkor jó. Patriknak már izébeje van, lóvéje van. Petőfi téled az enyém. Azt. Mennyi volt neki? 1050. Kinek volt 4-20. Szomorodjál meg. Buzi. Két terület. 1400 van a Patin. Mit raksz? Hőgé buzi. Te vagy Patrik. Megkopasztod az embert és itt 10-re ölsz. 4. 1, 2, 3, 4. Megúszom. Megint. Kérdele a szomszédtől az egyik telkét. Válasz ki egy másik játékot, olvasd be a kártyát, majd mindkettőd a bankkártyát, hogy begyűjtsetek 200-at. Na, Zsolti. Egyre fedezem. Köszönjük kedvességedet. Nincs mit. Karácsony, jó szándék. Mennyi van neked? 1000? 1,80. Megnyerem a végén. Te jössz. De volt egy olyan baszó, hogy csak... Mondtam én. Ugye, ott legalább nem veszítesz meg. Egyik észmád, jó? De várj, irányi börtön és véget ér rögtön a kör? Mert most duplát dobott, tehát elvég dobhat meg. Nem, ilyenkor be kell. Ilyenkor nem kapok lóvét sem, akkor mehetünk. Majd következő, kiváltom a százat. Nem újra. Miből? 400-ból, 240-ből. A bukni még nem fog. 8. Kárdonyi? Ez jövett. Akartam, hogy ugye megúsztam, de akkor nem.
Elfelejtettem, neki nincs is. Mennyi a cash? Patik, 1148. Nyolc. Nálad van? 4,60 gett. Jó lesz, jó lesz. Neked mennyi? 1,006? Mindjárt kiírja. 1,610. Ajaj. Ja, fizetek 100-ot. Ilyen kemény vagy? Hát balazd meg, hát teli vagyok gettvány. Jó, dobhatsz is, akkor egyből. Ilyen ezt a 10. Egyes, hát azt még kiperkálom fél lábbal is. Kettőt. Ez egy kettes. Légy olyan nedves. De még először a kártyádat. Befejezteni, én így akarok alkudozni. Most hát veszem, csak 20 forintot. Tedd be előbb a kártyát. Kassz meg. Hú, ez köcsög ez a jár. Tudom, hogy mondta a kert már jó, ne bazd meg. Szerintem elrontott. Valami nem jó. Már beleraktad azt és megzavarsz a rendszer. Nem. Most mit csinálsz? Tönkrebasztod a játékot. Akarok fölvenni hitelt. Nem, tedd oda a kártyádat és jó lesz. Nem, mert már össze-vissza már lemond neked valamit, nem? Nem, az a börtönös volt. Semmit nem adott. Szedd ki az előző tranzakciót. Dehogy is. Lőd be a kártyád és jó lesz. Nem, most jó, 1610, 1020 és 1140, az jó. Lőd be a kártyádról. Elég is, nézd meg azt ide. Jöhet. Mi van? Jöhet az óváros. Az mindegy, már a rendszer szerint a tiéd tartogathatja. Ja. Én nekem ez itt. Csak a Duna korzó. Ez itt a remény. De írd át egyébként. De ahogy nekem már 11 van. Várjál. 11 terület. 7, 8, 9, 10, 11. Na tessék. Ah, 190 dollárom van. Egy területte? De most mit csinálsz? Nem figyelünk egy kicsit magad. Mit kaptam? Patrik, 9 területes, mennyi? 9. Na, arra most mi? 2, 3, 4, 1750. 9, 9. Jézus Isten. Tele vagyok pénzzel. Játszunk addig, amíg valaki csinál nekik szerintem, mert talán még a Patrik, amire lenyomjuk. Itt leszek hónapig. Na börtön, Dugyi. Mi az, hogy valaki ki nem esik? Azt akarod megvárni, hogy kiesek? Kocsony. Most esik le. Olvasd be ezt a kártyát, majd egyik ingatlan kártyát, a bérleti díj egy szinttel csökken. Amelyik alapból egyes. Hát, jó kérdés. Először az ingatlant le tud csekkolni, hogy biztos egyese. Lutri. Összekeverjük, 21-et tudod. Az 4-es. Hát az is jó. Az jó lesz. Ez 2-es. Tényleg végigmész rajta? Persze. Nem orra, kirúgod a belem. Csak úgy mondanám, hogy halkan. Hú, vagy mi az, amit leszettél 1-esre? Főzétem utcám 1-es. Színházadó. Azóta már felment. Kettő helyet fel a színen. Jó lesz. Várjál. Kettős bugyi. Jó, mehetünk. Tesz. De várjál, dupla dobtál, nem? Jó, várjátok. Hét. Mert ha beveszi a lóvét, legyen művő kifizetni. Legyen művő kifizetni. Na lehet, hogy nem is lesz elégre. Lehet, hogy 2-20. 7-50. Hogy lett ő szintű? Hát úgy, hogy most meglett és főhúzta.
Azt a kurva, azért az átrágnak a kérdéllet. 6-10, de meg ugye átadtad neki, és ami eleve volt neked 4-es szint, vagy mi az még följebb ment, ugye? Ja, tényleg ide nem raktam házikot. Ez mindjárt vége, lehet, hogy teljesen rá kicsit szólod. Jó, de nekem már egy csomó ingazán. Ja, tudom. Addig meg én most dobok. Ez csak 200, nyugi. Gondolod? 780. De bazd meg 190. Dunakorzó jöhet is. Hello. Szerelsz a pénzre. Nem, Dunakorzó, majd marad lóvén. Nem, majd marad, jó. Hát ez kurva jó az a játék. Nulla. Merőgé. Baszol. Ennyit van. 90. 3-10. 3-70. Nem, 3-70. Nem, 3-10. Az jó, hibátlan. És neked? 800. 800, Patriknak 2005. Meg nekem több terület a 12 van. Még egy kör túlélek. Egy dobást. Ja. Hát, jó, de még egyszer dob. 2, 3, 4, 5. Nagy erdőre rá kell menned, és egy törületed lesz, hogy utána ki kell játszani. Ki kell maxolni. Aha, vagy úgy kell lépkedni, hogy csak start mezős törületet. Vagy ezekkel az ugrágot. Aha. Nem, megvásároltam magadtól valamit. Aha. És kizó vagy. Néha. Jobbra rakom, amit szeretek, balra, mint nem. Azaz, hogy menj, még följön. Én most, megdobom az utolsó dobást. Hát megdobom az utolsó dobást. Nem biztos. Nem biztos. Lehet börtönből is. Ha kivárom. Oda nézd! Minus 200. Fizes 500-at. Hozz össze a kártyát, majd az egyik ingatlanod kártyáját. Mondjuk a játék is köcsök. Jelzi finoman, hogy semmit nem. Na béleti díj egy szinten feljebb ugrik, annak, annak az oldalán a táblának. Hát nincs kártyád úgy, hogy ez ennyi volt, ez ennyi volt, beolvasod. Köcsög ez a játék, még itt még azért, még ott a passzat, hogy az egész oldalt például utálni, köcsög. Patrik, most kap ingyen 500-at, majd figyelnek. Ja. Most beszakadjál majd az egyik ingatlanod kártyáját. Bérleti díj nálad egy szinte feljebb ugrik, a szomszédjaidnál egy szinte csökken. Újjaj. Hát én a sárgát csinálom. Jézus, miért? A zöld érje legtöbbet, amúgy azt kellett volna. De baj. Innen a sárga van a valószínű, hogy arra lépek. Ja. Jövök. Jó időben vagyunk, amúgy. Ja. Hát, hogy jó lenne a kiesélyem. Ja. Lesz meg, lesz nem kézben. Dobok egy egyest. Nem is tudsz két kockát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bazd meg, 9. Várj, az a... Lesz itt Della. 5-10. Lökjed. 5-es szint, az 800. Na, mentem az OTP-be. Nyertem. Azt írja, nyertem. Patrik nyert. Hogyha mi az, hogy 4050, mert 4170? Ja, hogyha nem akarnánk folytatni, akkor ennyi az állás értékben? Ja igen, értékben szerintem, ja, mert ugye lehet, hogy az első kérdés is lehet. Patrik nyert. Szép munka. Pedig azt tudom, hogy csináltam. Geci. Igazából Zsolti hozta ezt össze nekem. Ja, szép volt, kösz. Adatta az összes ingatlát, milyen jó fej volt. Kösz, Zsolti. Hagytam a kis... Szerintem, hogy kicsit ne robbanjam fel. Hagytam a kis csírovirálokat ide nyerni. Na jó van, ha mára ennyi volt, köszönjük szépen, itt voltatok. Ja, köszi. Reméljük azért tetszettek a játékok. Holnap Katal lesz, azért stratégiai játéképítkezős falu, város, lovagok, verekedünk, meg rúgdossuk az asztallávát, meg ilyenek. Holnap abba fog kimenni szerintem az este, nem? Vagy akarunk holnap valamit katalunk ki, játsszuk egy egyszerűt, meg egy bonyolultat, azt beszéltük. Hát katalozunk holnap egészen. Ja, holnap nyomunk egy alapjátékot, meg nyomunk egy full kiegészítőset. Szerintem bőven ki fog tartani. Ezek hogy voltak?
És... Hát be voltak így. Nem be voltak oda rakva, csak simán. Csütörtökre, meg amit terveztünk, az egy ilyen rajzolós, ilyen levegő rajzolós, hasonló, mint az Activity. Hogy mutogatni kell, és levegőben rajzolni. Úgyhogy az érdekes lesz. Aki nem ismeri a Pictionary-t, majd meglátjátok, mi a dolog vele. Na, nagyjából ennyi, igaz? Holnap kattam, csütörtök Pictionary, és akkor végeztünk karácsonyig. Ja, már ez szint szerint, hogy van így. Jó, köszönjük, hogy voltatok, szerintem én elköszönök helyettük is. Már ja, köszönjük szépen, köszönjük, hogy voltatok, aztán holnap jövünk akkor. Ja, szép estét mindenkinek. 2902 volt éve. Na, szavaztok, sziasztok! Sziasztok. Thank you.